vállalkozás, havi élelmiszer az adokor mentor, az is te írtam? Igen. Jó, elég drasztikusan hangzik, úgyhogy jó felvezető, hogy felébredjünk. Nagyon szépen köszönjük. Óriási szeretettel köszöntök mindenkit. És a téma, hogy Józsi mondta, nem nagyon vidám. Az 1970-es években építették fel Georgiából az Egyesült Államokba az úgynevezett Georgia Guidestone-t, ami az új világbeli tiszparancsolata. Ebben nem sok időt szeretnék tölteni, csak az első két pontot szeretnék elolvasni. Tart az emberiség létszámát 500 millió alatt, egyensúlyban természetben, bölcsen irányítsuk a szaporodást, javuljon az ellenálló képesség és a sokféleség. Nem az ész, nem az intelligencia. A Covid járvány alatt ezt a Guidestone-t felrobbantották, de a rajta írt szabályok azok átköltöztek az Agenda 30 című dologba, amiről az ENSZ-nek egy már nyugdíjban vonult titkára következőket mondta. A probléma az, hogy az ENSZ cselekvési tervei megegyezik a Davoszi Agendával. Tudjuk, hogy Davoszban van a világegészségügyi szervezet, a WHO székháza és így tovább. Azt is mondta még, hogy 2020-ban már az élelmiszer és vízhiánynál kellett volna tartanunk, de ezt a fázist most elnapolták 2025-re. Tehát a tervek szerint 25-re gondunk lesz a táplálkozással és a ivóvízzel, mert a táplálék az a népírtás fegyverévé vált, és nem tekintenek minket másképp, mint haszontalan zavarót, akinek a munkáját a komputerek helyettesíthetik, és nincs szükségünk semmilyen természetes táplálékra, és ezeket előre, ezeket a folyamatokat 40-50 évvel megtervezik. Például, ahol most tartunk a vegetusnál, a vízusnál és a rovarcsemegéknél, ezt már, jaj, bocsánat, rossz irányba mentem. A Hús jövője című dolgozatban a Világ Egészségügyi Fórum 10 évvel ezelőtt leközölte. Mindenki mondja, hogy minden szempontból a 24 nagyon komoly fordulópont lesz, és krízis. Csináltak egy felmérést Amerikában, ez nem csak az Egyesült Államok, hanem Kanada is, és azt találták, hogy Maine, Nebraska és Arizona lakosainak több mint a fele Ontariában, Mekongoliában és kb. 40%-ban elkezdett fölkészülni a lehetséges háborúra, vagy apokalipszisre. Ez annyit jelent, hogy vélelmiszert és vizet tárolnak be, üzemanyagot, fegyverekkel látják el magukat, túlélési készségeket tanulnak, ahogy mi is hallottunk vannak. És a legérdekesebb, hogy földarabti bungereket telepítenek, ezek főleg kormányzati tisztviselők és a gazdag emberek, védelmet keresnek a katasztrófától, nem csak a tornádoktól, szélviharoktól, óriási szelektől, meg ami éppen létezik, hanem 95%-ot a nukleáris háború ellen védelmet remél a bunkerekben. Magyarországon is fölkészültünk háborús helyzetre. Tavaly novemberben kijött egy kormányrendelet, amiben meghatározták az egy főre, egy hónapra jutó járandóságot, ami elsősorban a táplálékra vonatkozik, de ha megnézik, akkor van ebben például poklém, WC-papír, kézfertőtlenítő, vatta és egyébként. Ha megnézzük alaposan és próbáljuk elemezni ezt a járandóságot, van egy csomó nagyon fontos dolog az egészségünkhöz, ami ebben nincs benne. A fejadagban nincs friss zöldség és gyümölcs. A legtöbb élelmiszer nagyüzemi és vegyszeres, és szuper feldolgozott, erre egy pillanatban még visszatérünk. Hogy milyen a zsíradék, ez olaj, vagy zsír, idegenpréselt, vagy ez nincs meghatározva. Nincsen ebben egyáltalán fűszerek, nincsen benne só, nincsen benne kávé, de a kakaó, nincs benne rizs vagy száraz tészta, nincs benne hal, nincsenek benne tej és tejtermékek, nincs benne babósó lencse, amik alapvető élelmiszerek ilyen esetben és könnyen tárolhatóak, és nem veszik figyelembe a speciális táplálkozást. Tehát mi kell egy kisgyereknek, mi kell egy idős embernek, mi kell egy beteg embernek, mi kell egy allergiásnak. És sajnos nem lehet tudni, hogy a havi adagot egyszerre fogjuk megkapni, vagy pedig
heti részletekbe vontva, vagy hogy hogyan lesz. Azt sem tudjuk, hogy tulajdonképpen honnan fogjuk tudni, hogy mit kapunk és mit. Említettem az előbb az ilyen extra túlságosan feldolgozott ételeket, amiről most már világszerte kimutatták többféle tudományos cikkben, hogy ez rákot, diabétet, agyi szellemi problémákat, depressziót és korai halált okoz. Na most az élelmiszereket négy kategóriába csatolták, az egyáltalán föl nem dolgozott ez a narancsárga, amit természetesen nagyon fogyasztunk, amik csak kicsit van földolgóva és ide tartottak a sajtok, az ecet, az olajok és hasonlóak. A harmadik csoportban azok a sült, főtt, erjesztett és konzervált készítmények tartoznak, amiket még viszonylag egészségesnek lehet mondani. A negyedik csoport a pizza, fajdalat, édesség, McDonald's és egyebek, ami kifejezetten káros az egészségére. Ezek, amik pusztítják nagy mértékben a lakosságot, és sajnos a városi lakosság és különösen a gyerekek elég sokat fogyasztanak ebből. Ha megnézzük, melyek a szuper feldolgozott táplálékok hogyan alakulnak a világban, azt lehet mondani, hogy szerencsés a helyzet, legjobb talán Romániában, de Magyarországon is viszonylag kevés ilyet fogyasztunk még. Na most, hogyha felkészülünk egy háborús vagy egy katasztrófa helyzetben, mindig tudjuk el, hogy ez mennyi ideig fog tartani. Magyarország az első világháború mezőgazdasági ország volt, és mindenkinek volt hozzáférése a mezőgazdasági termékekhez, vagy saját jogán, vagy pedig a családon, rokonokon keresztül. A világháborúban vezették be a jegyrendszert, ami Magyarországon 45-ben már meg is szűnt, mert a magyar mezőgazdaság hamar kiúzta az embereket az élelmiszer hiányból. De például Nagy-Britániában még 1956-ban is jegyrendszer volt. Na most azóta nem helyzet és a mezőgazdaság nagy mértékben megváltozott, ha a határokat kizárják, nem biztos, hogy képesek lennénk önellátni magunkat, mert nincs az országban elég tejtermék, és a kertészeti termékekből is óriási hiány van. Na most én végignéztem, amennyire tudtam, a leghosszabb ostrom, az Budapest ostroma volt, ez körülbelül egy olyan 3,5-4 hónapig tartott. Tehát ennyi időre biztos, hogy föl kell készülnünk, de a jelen helyzet az teljesen kiszámíthatatlan, és nem tudjuk, hogy mennyire érinti a környező országokat és a világgazdaságot, de reméljük, hogy csak néhány hónapig. Tehát én azt mondanám, hogy néhány hónapra föl kell készülnünk mindenből. Most megnéztem, hogy a listából mik azok a táplálékok, amit egy hónapra kapunk, és hogy ebből tulajdonképpen minden napra menjünk. És hát ez elég érdekes dolgot adott. Ivóvízből napi 4 liter, húsból, húskészítményekből 10-13 deka, tojásból egy fél naponta, zsíradékből 5 deka, lisztből 6-6 élesztő van, cukor van benne, kenyér, valamennyi tej, de nem lehet tudni, ez valószínűleg tartós tej, amiből nem lehet tejterméket készíteni. Gyümölcsbetőből 6,6 dekagram, étkezési sóból 5 gram, és főzelék konzervből 8 gram. Na most megpróbáltam megnézni, hogy mit lehet csinálni, és hát lehet látni, hogy ivóvízből lehet kávét, teát, levest, és a főzéshez föl lehet használni, meg inni kell. Ezt valahogy le lehet osztani. De a feketével jelölt dolgok, a fűszerek és egyebek, ezek nincsenek benne a listában. Tehát erről már most előre kellene gondoskodnom, kávéról, teáról, tormáról, muskáról, fűszerekről. Hát a vaj az egy nehéz kérdés, és ezeket lehetne majd variálni. Na most ez nem nagyon változatos táplálkozást ígér, és nagyon nehéz egy személynek ebből kijönni. Na most mire kell még gondolni? Hogy kellene legyenek egyéb beszerzési forrásaink, az ételt valahogy tárolni kell, az ételkészítést úgy kell csinálni, hogy minimális energiafelhasználás legyen, és megnézni azt, hogy mi van, ha nincsen fa, ha nincsen gáz, nincsen villany, nincsen wifi. Hogyan lehet hűtőnélkül tárolni az ételeket? Mik a tartósítási módszerek? Házi tartósítás? Milyen fűszernövényeket kell vagy lehet begyűjteni a környezetünkből? És nagyon fontosak a receptek. A második világháborúban Nagy-Britániában a háziasszonyok nagyon inventívek voltak, hogy mondjam, sokféle ötlet találtak elő, és ebből újságokat, könyveket és kézi recepteket adtak körbe egymást között, ami nagyon-nagyon fontos lenne. Nagyon fontos, hogy mindent magunknak kell csinálni, mert ebben gyakorlatilag készétel nincsen,
és a családi közösségeknek a feladata, hogy ellássák magukat. És hát nem csak a testnek kell a táplálék, és akkor ezeken most a végfutó nagyon gyorsan, az egyéb beszerzési forrásoknál mindig a fekete piac volt az első, ez nagyon szükséges a pénz. Aztán a saját termesztés és önellátás, itt a föld tisztaságára kell gondolnunk meg, hogy legyen olyan vetőmagunk, amit nem fogunk tudni megvenni a boltban, mert nem az a cél. Hogyan oldjuk meg az öntözést, a termény begyűjtését és tárolását. És nagyon jó a kosárközösségek, de éppen tegnap beszélgettük Mikivel, meg Nagy Gáborral, hogy tavaly előtt náluk volt a Bakonyban egy olyan permetezés, ami minden zöldséget, gyümölcsöt gyakorlatilag a kermetőkben. Tavaly náluk volt a Balatonnak ezen a végén, úgyhogy tavaly csak alma és körte volt, ez valahogy megúszta, de a zöldségek azok problémásak, és ami méreg lekúlik föntről, az benne marad a talajba, és ez nagy mértékben befolyásolja, mit, mikor tud termeszteni, és hát ez a kosárközösség számára is probléma lesz. Ezen kívül még van a csere, és hogyha kialakítunk előre egy raktárkészletet. Az étel tárolása az a nagyanyámék idében még természetes volt, hogy hústartott, zsír alatt, sózták az ételeket, befőztek szinte mindent, szállították a gyümölcsöket, zöldségeket, olyan tejtermékeket próbáltak készíteni, hogy hosszan elállnak, például kemény sajtokat, tartották a kolbásztapadásról, sonkát, sőt, voltak olyan közösségek, ahol ezt a templom padlásán tartották, hogy, és őrizték folyamatosan, hogy ebben nehogy valami probléma legyen. Hűtöttek a kutakba, a föld alá, ások pincékbe, folyóvizekbe, tartályokba, tehát ezeket mind végig kell gondolni, kinek mire van lehetősége. Az ételkészítésnél ebből a feladatból legegyszerűbb, hogy valami egy tál ételt próbálunk készíteni, mert minden benne van, mert így a főzési idő is lerövidül, és jobban föl tudjuk az anyagokat használni. Amit lehet, azt együtt nyersen. Jó, hogyha van egy alternatív megoldásunk, ha nincs villany, akkor legyen egy gáz melegítő, ha azt sincsen, akkor legyen lehetőleg egy sparhelyet vagy egy tűzrakóhely, ahol tudunk tűzifákat is. A szabad téren rőzsény hulladékon, amit be lehet a környékből gyűjteni, hát ez elvileg illegális, de megtehető. Ugye a régi képekről még Mukács is emlékszik, a rúzsett hordó asszony, hogy megyődik a hátán az ágokkal, és ahol próbálja a melegítés szállítást közös megoldani. Na most ugyanazokat az ételeket fogjuk kapni minden hónapban, vagy alapanyagokat, tehát a fűszerezéssel lehet a táplálkozást változatossá tenni, és a fűszerek nagyon jók arra, hogy a vitaminokat, ásványi anyagokat pótolják. Nagyon nagy probléma van, különösen a városi embereknél, hogyha már nincs víz. Tehát én nem vagyok a palackos műanyag vízhíve, de azt mondanám, hogy mindenkinél legyen otthon legalább egy hétre való tartalékban. Ahol elgyűjtsük össze az esővizet, szerezünk be fertőtlenítő tablettákat, mert ami onnan pöntről nem biztos, hogy a legtisztább. És a útvizet, hogyha forraljuk, szűrjük, akkor azzal sok mindent el lehet érni, sok mindenre föl lehet használni. Na most, hogyha nem nagyon piszkos, de lehet fertőzött a víz, akkor ebben lehet hidrogénperoxidot tenni, klórdioxidot, klórpirénitva természetesen, és ami a nagyanyáinknak volt a módszer, és ezért volt, hogy minden gyerek ezüstöt kapott keresztelőkor ajándékba, ezüst kanalat, ezüst tányérkát, ezüst kiskést, ezüst pillát, ezt ha beletesszük a pohár vízbe, akkor ebből egy ezüst koloid képződik, ami fertőtlenít, viszont nem árt a szervezetnek. Na most, ha veszünk, vagy elrakunk zöldségeket, savanyúságokat, vagy esetleg konzervekből olyat veszünk, próbáljuk a levesebbeket venni, amiből meg lehet oldani azt, hogy legyen elég folyadék a szervezetünkből. És hát végső soron azt a tengeri hajósok találták ki, ott van a vizeletivás, ami nem nagyon kellemes, de életmentő lehet időként. Mi van, ha nincs internet, villany, gáz és tűzika? Én olyan csodálkozó hallgattam tegnap, hogy az internetet, hogy ott van, még ha alternatív is, azt mindenki garantálta persze, annak ellenére, hogy ha áramhiány van, semmilyen alternatív és semmilyen módszer nem fog dolgozni.
Tehát mindenkinek legyen lehetőleg kézzel hajtható eszköze, és a habverőkkel, vagy daráló, vagy esetleg, ha ételt akar melegíteni, ehhez legyen mécses, vagy gyertya. Meg lehet oldani, hogyha olyan valamibe tesszük a gyertyát, meg a mécsest, amire rá lehet tenni egy pici lábost, amiben tudunk vizet forralni és melegíteni. Aki tud, az használjon a termoszt, és ha valaki az internetről főz, és a fiatalok többsége ezt csinálja, akkor ajánlanám, hogy legyen otthon szakács, mert biztos, hogy biztos. Most hogyan lehet a dolgokat hűtőszekrény nélkül tárolni? Erről most már egy picit beszéltem az előbb, de télen egy jól záró ládába ki lehet tenni a lakásablakába, vagy pedig a ajtó mellé olyan ételeket, amiket romlandónak ítélünk. A lényeg az, hogy az ételek tetejét elzárjuk a levegőtől, ennek a tetejére a zsírt és olajat szoktak a háziasszonyokra rakni. Húst is lehet zsíros bödönbe, zsír alatt a levegőtől elzárni, viszonylag hosszan hűtőszekrény nélkül tárolni. Nagyon jó, hogyha a fűszernövényeket, teákat, vászózacskókba tartjuk, de ennek a burgonyának meg a hagymának is jó, mert ez szellőzik, levegőzik, és kevésbé hajlamos a megromlásra. Sok terméknek van szabatosság ideje, és látom a főleg a fiataloknál, a saját családomban is, hogyha valaminek lejárt a szabatosság ideje, azt kidobják. Pedig a joghurt, a kefér, a tejtől a baj, a lekvár, ezek mind olyan dolgok, amire nem számít tulajdonképpen a szabatosság idő. A szállításnál is csak arra kell vigyázzunk, hogy ne nedvesedjen, ne penészedjenek a termékek. Mindent el lehet rakni gyakorlatilag sóban, ez egy ősi módszer volt. A hústól, a zöldségen át, bármit. A másik megoldás, ha édesebb dolgokat akarunk tartani, ezeket méz alatt lehet úgy eltartani, ne is hozzájuk a levegő. És hát a füstölés, meg a sütés, az is elég sok ideig eltart bizonyos termékeket. Arról beszéltünk, hogy a fűszerek és a gyógynövények rendkívül fontosak a táplálkozás szempontjából, és mindig legyen otthon szállított fűszer, főleg azokat, amiket használunk, gyógyteák, és a tudásunk, hogy mit, hogyan csináljuk, ha nem vagyunk benne biztosak, legyen meg papír alapon, megint ne ragaszkodjunk az internethez, és előre próbáljunk mindenre gondolni. Na most jó zárható üvegekben, légmentesen lezárva nagyon sok minden elhatható a száraz üvegstől, a teánkávén keresztül szinte minden. Ha sikerült a napjadagból, vagy az egyszerű környezetünkben található alapanyagunkból valamilyen ételt kidolgozni, annak az elkészítési módját, azt mindenféleképpen veszünk meg egymással. Sok régi újságban található még háborús receptek, érdemes esetleg a könyvtárakban körbenézni, ezek mik voltak. De nagyon fontos, hogy találjuk ki, hogy mivel helyettesíthető, és a tudást próbáljuk egymás közt megosztani. És nagyon fontos a családok és a közösségek szerepe, mert ahogy mondtam, a fejadag az egyfőre van kiszámolva. Na most napi fél tojással nem mindent lehet kezdeni, mert nem átmen a tojás másik fel, még nagyon nehéz elosztani. De az ember kettő főre, négyre, hatra, vagy nyolcra, vagy tízre főz, akkor változatosabban lehet az ételeket úgy elkészíteni, hogy mégis mindenki jól akar, de úgy érezze, hogy evett is, és annak íze van. Egy kicsit, hogy beszélünk arról is, hogy milyen az étkezés hatás. Azt jelenti, hogy az ember egyedül eszik, akkor ha odafigyel arra, hogy éppen eszik, és nem olvas, rádiót hallgat, internetet néz, akkor a táplálkozás egészséges. Ha két ember együtt eszik, akkor általában többet eszik, mint hogyha egy maga elne. De hogyha közösségben vannak, akkor ez 3-4-szeresére is az elfogyasztott adag a beszélgetések miatt ez elfogy. Azt ajánlanám, hogy ha közös eszünk, ugye magyar ember egészségben nem beszél, akkor csak eszünk, nem esszük túl magunkat. De az biztos, hogy a közös étkezéseknek, ha csend van, akkor is sokkal nagyobb örömet okoznak. Ha valaki valamit nem szeret, ha együtt van egy szeretett közösség, ott azon belül nagyon könnyű cserélni. És többször többet lát, több fej, többet gondol. És tudunk el, hogy a szeretet és a szeretett közösség az magába táplál és gyógyít. Na most megint, hogy kicsit keményebb témákra kérjük át.
a tavalyi év élelmiszerinflációja nem kell hozzá. Sok figyelem, hogy lássuk, hogy sehol a környezetünkben nem volt olyan élelmiszerinfláció, mint a mezőgazdasági ország Magyarországon, ahol nem tudnak a saját önfenntartásukhoz a táplálékot megszervezni. Viszont van még egy probléma a táplálékkal, és itt most visszakérném arra, hogy a táplálék az fegyver, mert ha megnézzük, hogy mit tud még a táplálék, miután nem nagyon akarunk már oltásokat felvenni, elkezdték gyártani az első oltásokat, és különösen olyanokat, hogy az mRNA-s oltás, vagy modernes oltás, ami könnyebben lenyelhető, ilyen cikkek jelennek meg, és a tudományos folyóiratokból nyilvánvaló, hogy sárgarépában, a tengergyümölcseiben, a szárnyasokban és a szarvasmarhában is olyan oltások vannak, amik mRNA-s is tartalmaznak. Na most elkészült a szintetikus tej, és ebbe is nagyon könnyen belekerülhet a módosított RNS. Azt tudjuk a gyakorlatból, hogy az oltott édesanyáknak a tejében megtalálható és kimutatható a módosított RNS, és a szintetikus tej az mindenütt a világon most már engedélyezve van az Európai Unióban is. Egy másik tendencia, hogy a kutatók kitalálták, hogy hogyan lehet aeroszol mRNA-s oltásokat készíteni, amit belélegezhetünk, de benne van olyan táplálékokban is, amiket nyersen fogyasztunk, spenótba, salátába, pangába, meg banánba is. Úgyhogy ezekre mind oda kell figyelni, amikor táplálkozunk és valahonnan idegen helyről táplálékot szerzünk. Nagyon fontos tudni, hogy nem csak a testnek kell a táplálék, a szellemet és a lelket is táplálnunk kell. Imádkozással, meditálással, olvassunk. Legyenek olyan könyveink, amik vidámok és amiket szeretünk. Olvassunk föl egymásnak mesét, hallgassunk zenét, ha lehet. Nézzünk vidámfilmeket, persze akkor, amikor van áron. Énekeljünk, táncoljunk, aki valamilyen hangszere játszik, a szórakoztassa el a többieket. Kiránduljunk, sétáljunk a megengedett körzeten belül, ismerjük meg egymást. És a jó társaság, a vidámság, a megosztott gondok és a szeretet az mindenkire gyógyító hatással van. A történelem a hazugság, a vallás az uralom, a pénz fikció, az adósság nem létezik, a média az manipuláció, a kormány egy vállalat, az egész rendszer egy nagy átverés, tehát tessék körét lenni, és előre gondolni mindenre. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük előadásodat, rendkívül érdekes és izgalmas téma. Sajnos ezekkel valóban föl kell készüljünk, és ez biztos, hogy része kell legyen annak a tananyagnak, amit próbálunk majd összeállítani ebből az egész tréningből. Mert ugye a legkedveltebb sport az az, hogy táplálkozik mindenki. Akkor következik Ercsei Attila előadásával, melynek címe társulásos gazdaság alapjai harmadik picit módosítottam a tartalmon, mert egyrészt a társulásos gazdaságról, kosárközösségről már a pénz téma kapcsán beszéltem, ezért kicsit inkább a Zsuzsa előadásához kapcsolódnék, és röviden az önfenntartó autonóm házakról és a települési fenntartható stratégiákról beszélnék, tehát hogy igen, nagyon fontos az egyéni túlélő készletek és módszerek, és én rengeteg újat hallottam most a Zsuzsától, és azzal ki fogjuk egészíteni a túlélő egyszer egy kis okosunkat. De most nézzük meg, hogy ha egy háztartásról van szó, vagy egy faluról,
településről vagy lakótömbről, akkor milyen stratégiát építhetünk, ami egyébként 25 éve készítettem el ezt, és a kutyának nem kellett a mai napig. Ennek is megvannak a konzekvenciái, mert hogyha egy település elkezdte volna 25 évvel ezelőtt ezt a stratégiát, akkor a jelenlegi válság nem érintette volna őket. Úgyhogy, hát most ugye a válság jelenségeken át, én gyorsan végpörgetem, mert nem minden lényeges, de hogy ugye egy erőforrás háború zajlik, a dátumot azt nem nézzétek, mert az minden évben update-elni kéne, de ezt néha elmulasztottam. Tehát az ivóvízért folyik egy háború az energia fölött, a termőföldért és az emberi képességekért. Ezek mindegyik egy stratégiai eszköz. Ugye a transhumanizmus, tudjuk, ez itt a Ray Kurzweil, a Google fejlesztési igazgatója, és a 2005-ben jelent meg magyarul is a könyve a szingularitás küszöbén, amiben már fölvázolta a transhumanizmusnak a fő elemeit, és az nem utópia. Tehát amikor már azt megszellőztette, azok már megvoltak. Azóta már sokat léptünk előre, és az, hogy a három epizódot mondanék az emberiség történelméből, amik döntő epizódok. Az első a 869-es konstantinápolyi zsinaton, ahol a dekrétumban rögzítették a szellem eltörlését. Tehát, hogy nincs szellem, az csak a testnek és a léleknek egy felszíni jelensége. Ennek megvolt a maga oka, tehát ne gondoljunk feltétlenül arról, hogy a egyház a patás ördög, hanem szükségszerű volt, hogy az emberiség átmenjen a materializmus korszakán. Ezt így lehetett megcsinálni, de most ennek vége van, és most megint elkezdünk emelkedni, de az a mozzanat azért fontos volt. Utána jött a pszichoanalízis, Freud és a többiek, ők eltörölték a lelket. Tehát a lélek sem létezik számukra, hanem a testnek egy felszíni jelensége. És megjött a transhumanizmus, ami eltörli a testet. Az embernek nincs szükség a testére, a tudatát letölti egy külső tárolóra, a testet cserél. Ennek az úriember ezen dolgozik, és már komoly eredményeket ért el. Hát akkor mi maradt belőlünk emberekből, kérdezem én. Ezt a diát már láttuk tegnap. Ezeket átugrom. És azt a saját építészi praxisomban is ezt érzékelem, ezt a útelágazást, hogy a technológiai fejlődés szágult előre a high-tech felé, az okos városok, 15 perces városok, stb. Felé. Ennek van egy pozitív aspektusa, de inkább negatív. A másik pedig azt én úgy nevezem, hogy low-tech, alacsony, fapados technológia és a reziliencia, vagyis az alkalmazkodó képesség, illetve a katasztrófa biztos működés. Én a ügyfeleimnek mindig megmondom, hogy mind a két irányba tudok házat tervezni, döntse el, hogy melyiket választja. Hát ugye az egyik a teljes automatizáltság, amikor az elektromos autó, ami együttműködik a lakóháza, null energiás. Hát ennek vannak előnyei és hátrányai egyaránt. A legfőbb hátrány, hogy hálózatfüggő. És minden hőszivattyús elektromos rendszer, vagy elektronikus rendszer, azt központilag tudják szabályozni. Amint ezt már meg is csinálták Németországban. Amikor energiaszűke volt télen, akkor az összes hőszivattyús lakásba központilag lecsavarták a hőmérsékletet. Tehát ezzel vigyázzunk. A reziliens ház az nem ilyen. Tehát itt van egy berlini mintaház, ezt nem akarom végigmondani, csak annyit, hogy amit ott megnéztünk, ugyanezt jobban egy hetedért meg tudjuk csinálni itt Magyarországon, zárójelbezárva. Ezeket most csak végigpörgetem. Itt egy kiállításunk, amit csináltam az autonóm házról 1996-ban először, akkor még senki nem értette, azt hitték, ez egy UFO. Utána 2009-ben a Millenáris Parkban, az tulajdonképpen csak azért mutattam, mert ez, amit ott bemutattunk 2009-ben, ezt a Elon Musk később, mint a Tesla Powerball bemutatta, még egy tizenvalahány évvel később. Tehát nem sok új van benne.
Tehát az autonómiának, fenntarthatóságnak a lényeg, hogy a természet körfolyamataiba illeszkedjen az életmódunkba, az összes erőforrás használatunk. Hát ezt most csak fölvillantom, ugye a majd Balogh Péter talán ehhez fog még hozzátenni adalékokat, mert ő ennek a rehabilitációján dolgozik. Tehát ami a folyamszabályozás előtti állapota a Kárpát-medencének, amikor mindenféle haszonvételekből egy rendkívül színes, soklában álló, fenntartható életmód működött. 13 millió szürke marha legelészett a dús legelőkön, mint a magyar kalbolyok hajtottak lábon a nürnbergi marhapiacig. Erről van egy remek magyar western film koncepció, amit ebből ki lehetne hozni szerintem. Hát ez egy magyar, csak egy pillanat, ez egy magyar fejlesztésű elektromos autó, de azt különbözteti meg a többitől, hogy ha minden kötél szakad és kifogy az akkumulátorból az állam, akkor át lehet kapcsolni pedálhajtásra. Itt van az autonóm ház modellem, ezt most nem magyarázom el, mert hosszú, de itt van benne a komposztáló toalett, vízöntés nélküli száraz toalett, kicsi és nagy változat, kerti változat, és itt a természeti körforgás, hogy a komposztból egy virág ágyás lesz. Itt van a high-tech háztípus változaton, a null energiás hőszivattyús ház, ez megépül, beszabályozzuk, és nem kell utána hozzányúlni. Télen fűt, nyáron hűt, magára lehet hagyni. Jó sok pénzbe kerül. Ez a másik, ez a fapados változat. Ez olyan ház, amiben minden funkció működik elektromosság nélkül is. Tehát nem számít, hogy van áram vagy nincs áram, ha van, az jó, mert lehet világítani, meg fintbírozni. Itt van, nem akarok belemenni a részletekbe. Megterveztem utána az általam feltételezett hőmérsékletek, amik az egyes egységben vannak. Ezt egy számítógépes szimuláción végigfutattuk, és Celsius fokra pontosan kijött minden. Tehát számítógép igazolta, hogy jó a koncepció. Passzív szellőzés, ahol szél és napkémény működik, nem kell ventilátor. És a Sparherd, amit a Zsuzsa említett, hát itt egy modern Sparherd magyar gyártmány, mindent tud. És akkor gyorsan pörgetem tovább. A házról ennyit, röviden a lakóházról, hogy el lehet érni azt, hogy egy lakóház az ivóvíz szükségletét 100%-ban esővízből fedezze, nulla energiás legyen, vagy ha nem akarok elektromos áramot használni erre, akkor nincs nulla energiás ház, akkor egy kis tűzifát kell produkálni, de az töredék, kb. Tizede egy hagyományos lakóház tűzifa szükségletén. Ha ezt település léptékre nagyítjuk, itt ugye ez volt a 99-ben elkészített tanulmányunk, és még később egy másik kiegészítettük, ami bebizonyította, hogy egy kistérségben egy fenntartható tájhasználat alapján, amit majd Balogh Péter szerintem meg fogja mondani, hogy mi az a fenntartható tájhasználat, erre építve kiderül, hogy a települések nem úgy energia önellátóak, hanem energia exportőrökké válhatnak, mert a magyar települések 99%-a nagyvárosokat levonva a saját energia szükségletüknek minimum az ötszörösével rendelkeznek potenciálban. Tehát minimum ötször annyi energia van ott helyben, különböző megújuló energiafajtánkban. Hozzáteszem, én nem vagyok a foszilisnek az ellensége, tehát jöhetne a gáz, meg a kőolaj az oroszoktól, ha kinyitnák a csapokat, nem lenne bőle semmi probléma, de ha nincs, akkor itt az alternatíva. Itt vannak ezek az energiafüggetlen burgenlandi falvak, ahol már a 80-as években elkezdték ezt csinálni, és világelsők lettek ebben, erről kevesen beszélnek, de a Burgenland az Magyarország része volt valaha, tehát semmi akadálya nem lenne, hogy itt is megcsináljuk, de valamiatt
mi ahhoz szoktunk, hogy mi jön a központi költségvetésből, arra ahhoz udvarlunk, meg na mindegy, szóval hagyjuk. A Burgenlandban még nem így gondolkoztak az ottani emberek. Nagyvárosi közegbe is vizsgáltuk, Budapest meg a két legrosszabb adottságú helyét szúrtuk ki, egy Rákóczi út melletti gangosházas tömböt, hogy abból mit lehet kihozni ebből a lehetetlen projektből, meg egy kőbányai panelházat. Kb. 80%-os energia megtakarítás hozható ki mind a két esetben. 80%. A 0 zöld felületből a 70% zöld feletti fedettség hozható létre ezeken a területeken. A ivóvízfogyasztás csökkentése, visszaforgatása, stb. 50%. Hát ezt tudja a nagyváros. Itt vannak megvalósult példák, egy dunavárosi passzív, szinten felújított panelház, de 85%-os kintési energia megtakarítás. Ez egy gyengén sikerült projekt itt a Florián téren, itt csak 50% volt, és ez, amit én csináltam, a tervet új palotára, amikor az egyik épület valósult meg. Itt, ha a mindegyik ütemet megcsinálták volna, akkor ezek az épületekben a fűtés az nulla energiás, az ingyen. Tehát 18 fok hőmérsékletet ingyen a ház elő tud állítani, aki ennél melegebbet akar, az fizessen. Hát ez ugye a három ütemből kettő megvalósult, igen, egy valósult meg, a homlokzatfelújítás, nyilázáró csere, a továbbiak nem, de így is rossz feltételekkel, de így is sikerült 60% energiamegtakarítást elérni, és ebben benne van a potenciál, hogyha végigcsinálják, hogy nulla energiás legyen. Itt van a megvalósult épület. Itt most áttérek egy másik diasorozatra, ami a település témát folytatja. Ez csak azt mutatja, a kistérségi vizsgálatot gyorsan, és aztán azon vége. Tehát, hogy a, van egy fenntarthatósági vizsgálat, ami olyan, mint az ökológiai lábnyom, hogy lehatároljuk az adott területet, ez lehet. Saját magamat is megvizsgálhatom, a házamat, a lakótömböt, a falut, mindegy. Itt az adott kistérséget határoltuk le, és minden erőforrás áramlást megvizsgáltunk, és próbáltuk optimalizálni, hogy a jelenlegi gazdaságban, amikor óriási külső forrás használat, óriási kibocsátás és minimális saját potenciál felhasználás történik, ezt átalakítsuk egy minimális külső forrás felhasználás, maximális saját potenciál felhasználás és minimális kibocsátásra, és ebből jött létre ugye ez az első kistérség, ez a Bőrögi medence, Kapolcs és környéke, ahol ezt egy használható, átfogó koncepció, egy fenntartható tájhasználaton alapuló ökológiai művelés, amiben a mezőgazdaságnak az üzemanyagigényét is meg tudja termelni, energiaönállóságot, a vízháztartás felszíni és felszínente vizek egyensúlya, ami klímaszabályozó, tehát a mikroklímát és a mezoklímát tudjuk befolyásolni, és az már a globális klímának az alapja. Tehát nem egy fátum a globális felmelegedés, mi magunk vagyunk a megoldás. Itt csak elugrom odáig, ezt már láttuk. Itt van a Balogh Péterék által elkészített oktatóanyagból egy részlete, hogy van a jelenlegi tájhasználata, jelenlegi gátak közé szorított folyó és ennek a sivatagosító hatása, ezt most nem tudom elmagyarázni hosszú, és a kívánatos rehabilitált ártéri gazdálkodás módszere, ami szintén egy globális klímához javító megoldás. Itt pedig az Alfokaja kistérségnek az energetikai vizsgálatából fölvillantok csak, hogy
megnéztük, hogy mennyi a jelenlegi energiaigény ennek a kistérségnek. Ez ennyi volt. Utána megnéztük, hogy minden energiafajtát több forgatókönyvvel összehasonlítva mi jöhet ki belőle, és itt a tételek így adódtak össze, hogy ha a házakat följavítjuk, nem olyan szinte, mint egy passzív ház, messze nem kell passzív házba gondolkodnunk, csak mondjuk az átlagosnál egy kicsit jobb, abban már egy megtakarítási potenciál van, hatalmas biomassa potenciál van, ami inkább hulladék, erdei hulladék, mezőgazdasági melléktermék. Szélenergiában mértéktartók kell legyünk, ott el kell dönteni, hogy akarunk-e látni szélerőbet, vagy nem akarunk látni, ha akarunk, hol és hányat. Döntetünk, hogy egyáltalán nem. A vízenergiánál ott ugye a mértékletes, nem ilyen természet átalakító szövetelket kell építeni, mint a bőstangbalos. De lehet kisléptékben ezt is használni, ezt a kistérségben megvizsgáltuk, hogy ez ennyi. A geotermia kimeríthetetlen, mérhetetlen energiaforrás, azonban nagyon nagy a beruházás igénye, tehát az nem olyan egyszerű dolog. Úgyhogy az elméletileg van, gyakorlatilag nincs rá pénzünk. Napenergia szinte egy hatalmas potenciál, és a szerényen számolt helyi potenciálokból jött ki ennyi, hogy ez a jelenlegi fogyasztást a alsó hangra az ötszöröse. Tehát ezt tudni kell minden magyar településnek, és ha erre építik egy stratégiát, akkor megvan ott az energia. Ez most ezt részletezem, ezt itt nem akarom. Itt van, hogy néz ki egy kis léptékű vízi erőmű, a geotermia, és a különböző falvakra különböző energiamodelleket és víz stratégiákat terveztünk. Tehát, és akkor itt a vége, hogy minden település típusra lehet megoldást találni, a falura a legegyszerűbb és a kis térségekre, itt hatalmas feleslegpotenciál van, elment a hang. A nagyváros az olyan, mint egy halálos beteg, hogy meggyógyítani nem lehet, de kezelni lehet, és a falu és a kis térség, egy falu kis térség és a nagyváros viszont egymást kiegészítheti, tehát az a felesleg, ami a vidéken megvan, az pontosan elegendő a nagyváros szükségleteinek a kielégítésére, csak ezt az összefüggés tudatot kellene magunkban fölébreszteni, hogy egymásra vagyunk utalva, a falu a városra, a város a falura, és ebből kell egy együttműködést létrehozni, mert különböző formái vannak, kezdve a kosárközösséggel, a hangya szövetkezeten, a termelés és fogyasztási szövetkezeteken keresztül. Úgyhogy köszönöm szépen, ennyi. Köszönjük szépen, Danére. Érdekes volt. Ugye tegnap előtt már szó volt arról, hogy hogyan épülnek fel. Szó volt ugye arról, hogy az ideális, hogyha 30-40 család együtt lakik egy közösségben, bázis közösség, mondjuk meg ezt Zoli így nevezte, itt vagy Zoli? És hogy ez is ilyen hetes egységekből jó, hogyha felépül, és akkor most egy kicsit kaptunk arra betekintést, hogy milyen is az, hogy a város és a vidék viszonya. Az is kiderült, hogy a vidék az többet tud megtermelni élelmiszerben is, energiában is, mint amire szüksége van, tehát hogy a város felé nyilván tud kompenzálni. Ezeket a dolgokat majd szépen tovább ki kell bontsuk. Jó, köszönöm szépen még egyszer, és akkor jön a Zoli. Még közben hadd kérdezzem meg, hogy Balogh Péter itt vagy? Hogy akkor te tudsz egy kis előadást tartani most az elején? Mondjuk 2 múlva. Kicsit nem vagyok. Jó. Nagyon könnyebben. De... Jó. Legyen egy anyagom itt van, csak hát nem tudom. Jó. Köszi.
szeretettel üdvözlök mindenkit. Bizonyos összefüggésekről szeretnék betekintést adni, amiről esetleg senki sem hallott. Ha megnézzük, hogy... Nem halló? Jó, az a mikrofon. Van egy nagyon érdekes lehetőség, amire, hogyha a magyarság időben rárepülne, rálépne, abban az esetben az összes mostani energiarendszer elavulttá válna, ez pedig nem más, mint a tórium alapú energiagazdálkodás. A tóriumról annyit kell tudni, hogy a természetben előforduló radioaktív ásvány, amelyik hihetetlen nagy mennyiségben van a Föld bolygón, és amelyet hasznosítani nagyon üdvös volna nekünk a következő dolgok miatt. A világ összes atomerőműve évi 70 ezer tonna plutóniumból nyeri az energiát, és ez a 70 ezer tonna plutónium az emberiség energiafogyasztásának 15-18, maximum 20%-át biztosítja. A 70 ezer tonna plutónium. 6000 tonna tóriumból több energiát lehetne nyerni, összesen 6000 tonna tóriumból, mint az egész emberiségnek az energia felhasználása. Ebben benne van nap, szél, geotermikus, atom, minden egy fosszilis anyagok, minden benne van, amit ma az emberiség felhasznál. Olyan mennyiségben fordul elő a tórium a Föld bolygón, hogy előbb hunyna ki az napnak az atommágiája, mintsem, hogyha ilyen energiafelhasználás mellett a tórium elfogjon a Földről. Hihetetlen mennyiségben van. Már Tellerede is tóriumos erőműveket akart, és annyit kell tudni a gyors neutronos tóriumos erőművekről, hogy az atom hulladékra is választ ad, ugyanis csökkenti minden egyes energiakinyerés alkalmával, tizedére csökkenti az atom hulladéknak a sugárzó felezési idejét. Tehát, hogyha berakunk egy gyors neutronos erőműbe atom hulladékot, aminek 500 éves a felezési ideje, akkor abból 50 éves felezési idejű atom hulladékot kapunk. Na most ez egy óriási nagy dolog. És ezen kívül annyit kell tudni, hogy a tórium 80-szor hatékonyabb, mint a plutónium. Szóval például 8 g tóriummal egy autó 1,5 millió kilométert tudna megtenni, szóval nagyjából előbb menne tönkre az autó, mintsem, hogy a tórium, mint energia kifogjon ebből a szerkezetből. A világ első tóriumos erőművét most Kína építi. A másodikat India, Kína segítségével. Ha a tórium terve megvalósul Kínának, egymagába több villamos energiát, vagy esetben abszolút értelemben energiát fog termelni, mint a Föld összes országa együttvéve. Na most mi úgy gondolom, nem óriás erőművekbe kellene gondolkodnunk, hiszen egy mobiltelefon nagyságú tórium cella, amennyiben felhasználnánk, és mondjuk van benne 1,5 g tórium, akkor az hosszú évekre, vagy akár évtizedekre is egy háznak a fűtését, hűtését, minden más elektronikus berendezésnek a működését tudná biztosítani. Ha megnézzük, ugye az atomerőművet, sok probléma van vele, Tellerede híres mondása az volt, hogy az atomerőmű biztonságos, amíg ember nem tartózkodik közelébe. Szóval ezt ugye a hidrogénbomba atya mondta. Na most az atomerőműveknél az éghajlatváltozás egy nagyon nagy problémát jelenthet. Nézzük, hogy miért. Például a hűtése miatt. A paksi atomerőmű, amikor valamelyik évben az a nagyon alacsony Duna-szint volt, komoly veszélyt jelent az, hogyha nincs megfelelő mennyiségű víz rendelkezésre, mint hűtőfolyadék. A tóriumos erőmű az azért is sokkal érdekesebb, mert nem kell hozzá víz, mint hűtőfolyadék, egy sóolvadékkal lehet beszabályozni a folyamatokat.
szalatórium az a legfejlettebb technológia pillanatnyilag a Föld nevű bolygón. Az Amerikai Egyesült Államokban kísérletileg csináltak olyan repülőgépet, amely másfél hónapig nem szállt le, és tórium meghajtású volt. Szóval ebbe az irányba fog az emberiség fejlődni. A tórium nagyobb kihívást jelent a technikai fejlődésre, mint amikor a belső égési motorokat feltalálták, mert a világ leggyorsabb űreszközét, a világ legfejlettebb védelmi fegyverét is tóriumból lehetne előállítani, hiszen egy tóriumhajtású drón akár a hangsebesség 18-22-szeresével tud repülni. Ez azt jelenteni, hogy a jelenlegi összes fegyverrendszer, rakéta, repülőgép, lövedék, az mind abban a pillanatban elavultá válna. Na most néhány apróságot azzal kapcsolatban is szeretnék mondani, hogy mi lenne, ha Magyarországon függetlenség lenne volna. Abban az esetben, ha ez lenne, komolyan várhatóan bekövetkezne az, hogy mint régen a szomszédos államok felső utasításra megtámadnának bennünket, vagy pedig a NATO, vagy az orosz légierő elkezdene bennünket bombázni, az is lehet, hogy felváltva mind a kettőt. Szóval ne legyenek illúzióink azzal kapcsolatban, hogyha mi itt a függetlenségért küzdünk, hogy azt a bizonyos hatalmak tárt karokkal fogadnák. Szó sincs ilyesmiről. Amennyiben tanulunk a pozsonyi csatából, és ugye a pozsonyi csata az azért jött létre, hogy az akkori NATO-nak megfelelő kontingens küldték azért, hogy pusztítsátok el a magyarokat. Na most, hogyha ebből indulunk ki, miért tudtunk győzni a pozsonyi csatába? Mert bizonyos téren technológiai fölényben voltunk nyugattal szemben. A tórium jelenthetné azt a fölényt, amit védelmi módon felhasználva nem csak a jólétünk, a gazdaságunk, szóval mindenféle környezetszennyező, avult technológiát ki lehetne innen paterolni az országból, hanem azért is nagyon jó volna, mert meg tudnánk védeni magunkat. Ugyanis például, hogyha egy, mint amikor múltkor egy drónt küldtek, és átszágódott egész Magyarországon, és Horvátországba autót talált el egy parkolóban. Na most igazság szerint mi teljesen védtelenek vagyunk pillanatnyilag. Egy paksi atomerőműnek sincsen semmilyen rakétavédelmi elhárító rendszere. Bármikor megtámadnának bennünket, abban a pillanatban Magyarországnak vége lenne. És hát nincsen mivel semmiféle hatékony védelmi rendszerünk, így azt mondom, hogy a legfontosabb és legbiztosabb kincsünkhöz, a magyar szürke állományhoz kellene fordulni. Ne felejtsük el, hogy az atombomba se jött volna létre, vagy a hidrogénbomba magyar típusú gondolkodás nélkül. És ennek következtében én azt mondom, hogy a magyar géniusz képes volna a tórium segítségével egy olyan energiaforráshoz jutni, amely nem csak az energia ellátásunkat tudná biztosítani, és nem kellene törésvonalra atomerőművet telepíteni, ami a létező legnagyobb hülyeség, és meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sem javasolja, hogy törésvonalra atomerőművet telepítsenek, hanem Csernobilból, Fukushimából, Majdanekból kiindulva, szóval inkább egy sokkal, de sokkal biztonságosabb energia után kellene nézni, ami nem csak, hogy nem környezetszennyező, hanem a környezetszennyező atomhulladéknak is a problémáját megoldja. Kevesen tudják azt, hogy Pest megyében van egy atomhulladék lerakó. Ez az atomhulladék lerakó körülbelül 40 kilométerre van Budapesttől. Nejlonzacskóba különböző felezési idejű atomhulladékok vannak össze-vissza haigálva. Nem tudom, ki látta közületek az Alpha Holdbázis című filmet, volt régen egy ilyen film. Hasonló módon történt, hogy különböző felezési idejű
más hűtési igényű atomhulladékok voltak, ugye a Holdon egymásra haigálva, a szél robbant, egy része leszakadt a Holdnak, így kezdődött ugye az Alfa Hold bázis, hogy így kezdődött a kóborlás a világegyetemben. Na most amennyiben például ez a Budapesttől 40 kilométerre lévő több mint 5000 köbméter atomhulladék valamilyen módon egy nukleáris katasztrófa történne, elgondolkodhatunk a következményeken. Nagyon picike kis országunk van nekünk. És elsősorban a biztonságra kellene törekednünk, nem pedig a bizonytalanságra. Annak idején Sztálin azt mondta, a magyar kérdés vagonkérdés. Putyin barátunk azt mondta, a magyar kérdés atomkérdés. Lényegében minden lehetséges módon mi most magyarok állandó jelleggel a mezőgazdaságtól az energiagazdálkodásig ki vagyunk szolgáltatva mások kénye kedvének. Én nem nagyon hiszek sem a nyugatiaknak, sem az oroszoknak a jó indulatában. A történelem ideig bebizonyított, hogy mennyire számíthatunk rájuk. Már annak idején Zrínyi Miklós is megírta például a nyugatiakról, például a franciákra így jellemezte, ha győzedelmes, eltűrhetetlen, ha nyomorodott, semmire kellő. Vagy azt írta az oroszokról is, hogy a politikájuk ostoba, államformájuk zsarnokság, vidéséjük nevetséges, kinek kelljen hát az ő segítségük. Szóval én azt mondom, amit Zrínyi is mond, nekünk magyar módra, a magyar fejünk után kellene járnunk, és a magyar szürkeállomány segítségével megtalálni azokat a technikákat, technológiákat, amelyekkel Magyarországot függetleníteni tudjuk, és történetesen meg is tudjuk védeni magunkat, mert olyan, hogy a NATO megvéd bennünket, ez egy butaság, ostobaság. Ugyanis a NATO főtitkár helyettese pont a magyar médiának kijelentette azt, hogy amennyiben Magyarországot támadás éri, ugye nincs, hogy a NATO felsorakozzon hátunk mögött, hogy majd akkor bennünket meg fog menteni. Ilyen abszolút nincs. Siklaki István annak idején megfogalmazta azt, hogy milyen irányba kellene a magyarságnak fejlődni, és azt mondta, egy jóléti, független, semleges, zöld eszmélyiségű Magyarországot kell létrehozni. Szóval jóléti, független, semleges, így van. Nekünk semmiféle agresszióban nem volna szabad részt vennünk, se a kínaiak, se az oroszok, se a nyugat, vagy az Amerikai Egyesült Államok csatlósaként. Mi teljesen függetlenül, semlegesként kellene itt léteznünk Közép-Európában, tanítani a többi népet arra, a tudásra, amit a magyar nép, a magyarok istenétől, a teremtőtől megkap, ezt közvetíteni a többi nép felé, ez volna számunkra a létező legfontosabb dolog, és hasznos tudásunkkal, találmányunkkal segíteni a világ összes népét arra, hogy a fogyasztói társadalom zsákutcájából végre kikerüljen. És hát ebben, hogy ezt elérjük, érre kell állnunk, és az, hogy érre álljunk, ezt pedig valamilyen szinten, lásd mezőgazdaság, vissza kellene fordulni a hagyományok tradíció felé. A magasabb rendű tudományok többek között a pszichotronika is azt tanítja, hogy a gondolkodásunk nem mástól, mint az agyvíz rezgésünktől függ. Az agyvíz rezgésünk pedig nem mástól, mint a testünkben bejutott víznek az eredménye. És ez azt jelenti, hogyha a magyar ember, most itt leegyszerűsítve a dolgot, mindenféle vegyi anyagokat, műanyagokat fogyaszt, műételeket, idegen tájaknak az élelmiszereit, ugye magyarnak narancsot, adta soros a parancsot. Szóval, hogyha mi ezeket a dolgokat fogyasszuk, amelyek nem a Kárpát-medencé ökoszisztéma termékei, abban az esetben a lakosság alkalmassá válik arra a gondolkodásmódja révén, hiszen olyan energetikát kap az agy, hogy egyre jobban liberalizálódik. Szóval abban, hogy megszüntessük a liberalizmust az országban,
elsődlegesen ezeket a csodálatos, nagyszerű dolgokat, mint a külföldi élelmiszereket, vagy akár a McDonald's hálózatot kell kiiktatni Magyarországról. Ezeknek a kiiktatása révén az emberek nem válnak fogékonnyá a hitványságnak a befogadására, mert egész egyszerűen elutasítják azt. Mi, amit eszünk, azzá leszünk, ez egy nagyon, de nagyon régi mondás. Ami mindenféle szeméttel, mocsokkal, tőlünk teljesen ellentétes rezgésű táplálékkal tömjük magunkat, az olyan zavarokhoz vezet, mint ami most a mai átlag ember körében megfigyelhető. Ha megnézzük azt, hogy mi az, amit mi átvettünk idáig, akár történetesen a fasizmust, vagy átvettük történetesen a kommunizmust, sokra nem mentünk vele. Az volna jó, hogyha saját magunk feje után járnánk. És ne felejtsük el, hogy pillanatnyilag is egy bolsevizmus van az országban, csak ez most nem vörös bolsevizmus, hanem narancs bolsevizmus, de a lényeg a bolsevizmuson van. Ez egy semmiféle demokrácia, meg semmiféle emberi jogok, meg egyebek nem érvényesülnek. Hiszen gondoljunk bele, vérrel írják a történelmet hazánkban. Nincs olyan család, amely ne gyászolná valamelyik hozzátartozóját, vagy ne volna halálos beteg, vagy gyógyíthatatlan beteg a családban, a teljesen értelmetlen lakosságmérgezés, vagy a helytelen gyógyszeripari mérgek miatt. És el kéne gondolkodni ezen. Hogy most nekünk mi a fontosabb? Az, hogy a saját küldetésünket és a saját útunkat járjuk, vagy pedig történetesen fehér négerként, egy pénzuralmi rendszernek a bábjaiként, marionett bábjaiként vegetáljunk. Minden lehetőség megvan arra, hogy a sarkunkra álljunk. Ezek a lehetőségek adottak ebben az országban. Olyan tendenciákat kellene elindítani a jelenben, amitől a jövőben a várható áldozatok csökkenése fog bekövetkezni. Ez pedig nem más, mint az, hogy a természettel ismét harmonikus kapcsolatba kerüljünk, a harmonikus kapcsolatnak pedig nem más az alapja, mint hogy a magyar lakosság elsődlegesen a Kárpát-medencei ökoszisztéma alapanyagéval táplálkozik. Nekünk semmire nincsen szükségünk külföldről. Az ég egyet a világon semmire. És a őseink hosszú-hosszú évezredeken keresztül képesek voltak táplálkozni az itteni élelmiszerekből, akkor ugyan már áruljuk azt el, hogy nekünk mi a francnak kell mindenféle külföldi vaszkot ide behozni. Olyan törvényeknek kell napvilágot látni, vagy olyan népszavazást kell, hogy akkor lehet magyar élelmiszert kivinni külföldre, amennyiben az meghaladja a hazai szükségleteknek a felhasználását. Mi jó van nekünk abba, hogy történetesen kiviszik a magyar búzát, és ócska, mondjuk francia takarmány búzát hoznak be helyette, és ezzel letetik a magyar lakosságot. Semmi hasznunk nincsen. Szóval teljes mértékben át kéne vizsgálni az eddigi helyzetet, és még egy dolgot szeretnék mondani. Az erdő az nem más, mint a legmagasabb szintű növénytársulás. Az erdőtől nincsen tökéletesebb formáció. Nem félni kell nekünk az erdőtől, hanem valójában az erdő az, amely a legnagyobb védelmet tudja számunkra adni, hiszen még a sugárzások ellen is véd, hogyha 5G-vel vagy 6G-vel akarnak bennünket tönkretenni. Szóval minél nagyobb a fák, minél nagyobb a földterület, amely erdővel borított, annál alkalmasabb életterünk van nekünk. Látott már valaki olyat, hogy mondjuk sétál, és bokáig süpped a napraforgó vagy recce maga? Nem. Ugyanakkor, hogyha valaki egy 400 éves bükkfa alatt sétál, abban az esetben például olyan élménye is lehet, hogy a bükk magba
bokáig süppett bele, mert olyan óriási a termés. Látott valaki olyat, hogy történetesen sétál, és a búzaszemek azok 3 centi átlag vastagsággal hevernek a földön. Nem, ilyet nem lát. De ugyanakkor akár egy szelíd gesztenyefa, vagy egy tölgyfa matuselem, akár szelíd gesztenye, vagy magból tud ilyet produkálni. Nehogy azt gondolja bárki is, hogy a mezőgazdasági, a mai mezőgazdasági földterület több élelmiszert tud termelni, mint egy erdő. Ez hazugság. Abszolút nem. És azzal a különbséggel, hogy az erdőt nem kell vegyszerezni, nem kell történetesen mechanikai ápolásokat csinálni, az erdőterem. Nekünk embereknek nincs is más dolgunk, mint válogatni a természet kincseivel. És hogyha megnézzük azt is, hogy mennyiféle csodálatos vadgyümölcsünk van, hát nem tudom, ki evett közületek például aszalt vadcseresznyét, nincs a világon olyan aszalt gyümölcs, amelyik például aszalt vadcseresznyéről jobb lenne, vagy nincs a világon olyan égetett szesz, ami mondjuk egy barkóca berkenye pálinkát felülírna. Szóval a mi ökoszisztémánk csodálatos dolgokkal teli, csak ezeket mindent elfelejtettünk. 3 szemcsipkebogyóba több C-vitamin van, mint egy citromba. Ugyanakkor furcsa mód, se a nyinyókás asszony, se a degeneratív törzs, egyik sem reklámozta azt, hogy emberek történetesen csipkebogyót fogyasszatok. Ezen kívül, hogyha természetes módon élünk, a természettel összhangba, ja, tüdőfüvet sem, pedig ugye több ezer év óta használja az emberiség légúti betegségre, erről sem volt a degeneratív törzsnek semmiféle javaslata, hogy fogyasszuk, pedig hihetetlen egyszerű, az egyik legtökéletesebb növény az, hogyha valakinek légúti problémái vannak. Abban az esetben, hogyha az erdőkkel szorosabb barátságot kötnénk, és nem az elpusztításán, tönkretételén fáradoznánk állandó jelleggel, abban az esetben nagyon sok gyógyszergyárnak teljesen felesleges volna a működése, mert az erdőből, a természetből azokat a létfontosságú hatóanyagokat, amelyeknek nekünk szükségünk van, mindent meg tudnánk nyerni, ráadásul mindenféle hulladék, meg veszélyes hulladék termelése nélkül. Való igaz, hogy ez a gyógyszeriparnak nem hozna óriási extra profitot, mert ugye bár a gyógyszeripar olyan profitot termel, ami hasonló a kábítószer kereskedelem által hozott profithoz. Megint vissza tudok nyúlni az Egykorty halál című könyvhöz. Ott a kínain vezérigazgatója ebben a könyvben lévő riportban kijelentette, a kínain gyógyszergyár működését nem humanitárius érdek, hanem profit érdek vezérli. Ez teljesen egyértelmű. Ennek semmi bonyolultsága nincsen. És hát ha mi tovább is hagyjuk magunkat megvezetni, és nem a saját utunkat járjuk, semmiféle jóban nem lesz részünk. Nekünk nem azért születtünk a Földre, nekünk nem az a küldetésünk, hogy McDouglasbe járjunk, nyúnyókás asszonynak a hülyeségét hallgassuk. Nekünk ebben semmiféle szükségünk nincsen. Teljes mértékben a saját utunkat kéne járni, a saját függetlenségünk megteremtésével. Amíg mi összezabálunk mindenféle külföldi mocskot, amíg megdögleszek, meg egyéb más ilyen hülyeségek adják meg a mi táplálkozás szokásainkat, abban az esetben semmiféle magyar felemelkedés nem lesz, hanem egyre jobban elhűített, elostobásított és genetikailag tönkretett lakosság fog itt élni, ami lassanként teljesen el fog tűnni a történelem süllyesztőjében. Rajtunk áll vagy bukik. Senki máson. És most gondoljunk abba bele, hogyha állandóan mérgeznek bennünket, különböző idézőjelbetett védőoltással, méreginekciókkal, Mengele módjára rajtunk kísérletezgetnek. És ezt mi tűrjük birka módra,
abban az esetben mi fog történni itt a lakossággal? Vannak ezek a különböző fantasy filmek, Mad Max meg társa, és akkor vannak ilyen zombik, amelyek így kimerett szemmel, holdkórosan mozogva szedik szét az embereket. Hát ezzé fog válni a lakosságunk. Nehogy azt gondoljuk, hogy nem. Most még a Zombieland ellen van tennivaló. És hát például nehogy azt gondoljuk, hogy ezek a védőoltások is, vagy ezek a nagyszerű táplálékok is, ezek nem egy rendkívül aljas és gonosz kitervelt módszernek az eredménye. Dehogy nem, az. Amikor anyósom nézte a pingvinembert a Batmanbe, és a pingvinember magyarázta azt, hogy különböző szépítőszereket, hogyha használ valaki fogkrémet, akkor a testében egy méreganyaggá egyesül, akkor azt mondtam az anyósom, hogy nehogy azt gondolja, hogy ez a pingvinember hülyeséget beszél. Ez az igazság. Ez az igazság. Pillanatnyilag a lakosság mérgezés ez annyit jelent, hogy amit mi akár kozmetikumként, akár fogkrémként, akár történetesen élelmiszerként felhasználunk, azoknak a gyökei a mi szervezetünkben egy új méreganyaggá egyesül. Így van. És ez okoz rengeteg megbetegedést. Általában ezek a betegségek, amelyek bennünket most gyötörnek, civilizációs problémák, nem azért vannak, mert előző életünkben fáraók voltunk, és hát nagyon kínosztuk a rabszolgáinkat, mert nagy piramist építettünk, és ennek következtében karmatikusan tönkre megyünk. Hanem ennek az az oka, hogy különböző előre kifontolt, előre kitervelt, aljas szándékból elkövetett ártalmaknak vagyunk a szenvedői. És ha ezzel ellen nem teszünk semmit, abban az esetben semmiféle jó változás nem fog bekövetkezni. Szóval sarkunkra kéne állni, és mivel nincs rossz helyzet, csak rossz stratégia, saját magával a népesedési kerekasztallal, ami egy Fidesz szervezet, ugye, mint említettem, ugye figyelmeztette a Fideszt, mint kormány, hogy lakosságmérgezés van, ez komoly egészségügyi és népesedési problémát fog jelenteni, és a kormány nem tett semmit ezügyben. Ennek következtében adott a lehetőség ellentámadásba átmenni, és a népesedési kerekasztal adatai és felhívása alapján ismeretlen tettes ellen hivatali joggal visszaélés, hűtlen kezelés, bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény alapos gyanújával elindítani a büntető eljárás. Mindig van megoldás, amennyiben a megoldást tényleg valóban akarjuk is. Ha nem akarjuk, csak sápítozunk, abban az esetben sajnos nem lesz semmi. Ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönjük az előadásodat, Zoltán. Így három nap után továbbra is csodálattal nézem az előadási módodat, hogy nincs leírva semmi, nem vetít ki semmit, és folyamatosan értelmes mondatokban beszél, teletűzdeli viccekkel és jó humoros elnevezésekkel, úgyhogy minden tisztelet. Jó, akkor következik Németh István, aki a hangya szövetkezetekről fog beszélni. Pontosabban. Mikrofon. Pontosabban nem a hangjáról. Nem úgy tartjuk, hanem így tartjuk. Így, jó. De akarod, akkor én egy rossz alany vagyok, mert hadonászok.
Hallatszik a hang? Jó. Lejjebb egy kicsit. Inkább a kézi mikrofont használjátok. Nem biztos, lehet, hogy jó. Én nem a hangyáról szeretnék beszélni, a hangya szövetkezeti mozgalomról. Nem elég erős. Nem elég jó? A mellényre fel. Nem elég. Így már jobb egy kicsit, nem? Nem. Hát akkor... Ja, igen. Próbálkozom, jó? Szóval a Nexus TV-n egy évvel ezelőtt, hát legalább 6 vagy 7 előadás... Közelebb a mikrofon. Tartottam előadásokat a Juhász Zolinak. Azokra én nagyon alaposan fölkészültem, és nem csak, hogy mondjam, történelmileg elemeztem, hanem, hogy mondjam, megvalósíthatóságilag, szellemileg, hogy ezek a társadalmi mozgások milyen alapon és hogyan jöhettek létre, mert ha egyszerűen csak statisztikákat nézünk, akkor pont a lényeget nem látjuk. Tehát én mindig a hangya szellemiségét kerestem, ami működött. Mostani előadásomnak a címe Létfenntartás a hangya mozgalom szellemében. Tehát elsősorban ennek a közös erőfeszítésnek a támogatására az életben maradás, az élet szolgálata, a teremtett világba való harmonikus beilleszkedés, mint létmód kialakítása felé törekvést szeretném elsősorban a középpontba helyezni, felhasználva azt, hogy jó 100 évvel ezelőtt egy olyan nemzeti összefogás valósult meg, amit egyetlen egy párt senki nem tud reprodukálni, nevezetesen 1938-ra, itt van adatom, 2000 fölötti településen volt hangya szövetkezet, 700 ezer taggal, és az akkori GDP-nek körülbelül az egyharmada érintett volt a hangya szövetkezeti hálózaton keresztüli tevékenységekkel. Most ezt nem csak azt kell, arra kell gondolni, hogy több ezer bolt, mert egy szövetkezetnek egy faluban 2-3 hangyaboltja is lehetett, vagy Budapesten is volt egy csomó hangya szövetkezeti bolt, hogy ez boltok hálózata. Nem, ez nem boltok hálózata volt, hanem egy olyan integráló, összehangoló tevékenység, ami majd később ki fogom fejezni ezt, hogy mit jelent, én úgy fogalmaztam, hogy szükséglet vezérelt módon. Tehát ami a fogyasztónak kellett, teljesen mindegy, hogy a fogyasztó az megenni akarta, előállítani akarta, közvetíteni bármit, amire neki szüksége volt, az ebből a hálózatból kijöhessen. És ennek az volt a kulcsa, hogy volt egy központi idea, hogy ha létrehozunk egy olyan méltányos kereskedelmet megvalósító hálózatot az országba, amiben mindenki úgy tud becsatlakozni, hogy beteszi a saját hozzájárulását is, akkor elérhető az, hogy nem egyéni haszonra törekvés lesz a fő motiváló erő, hanem az a nagyon sok oldalú haszonvétel, amiben mindenki a saját speciális, hogy mondjam, jobb sor, tehát jobb lehetőségének a jobb vállását tudja elérni. Ez tehát kb. 4 millió embert, 4
4,5 millió embert érintett Magyarország lakosságának a fele 1947-ben a Rákosi rendszer semmisítette meg ezt a mozgalmat. Tehát nagyon óriási összefogás volt. A szervezésnek a lényege az volt, mint egy franchise, hogy a központi agytrözt megadta mintákat, sémákat arra, hogy ha valaki a saját településén vagy kistérségében meg akarja szervezni ezt, meg akarja szervezni ezt a kvázi önellátási vagy feltétel biztosítási ellátottságot, akkor ő neki saját magának meg kell alakítani egy szövetkezetet, azt a boltot meg kell nyitni, be kell rendezni, és ezután jelentkezhetett, hogy a központnak a szolgáltatásait is igénybe vehesse. Tehát ez annyit jelent, hogy nem sült galambként potyogott mindenkinek a szájába, hanem meg kellett a kistérségben fontolni, hogy valamit kell tenni a biztonság érdekében. Juhász Zolinak mindig az a mániája, hogy mindig arról van szó, hogy mit kell, meg kellene, meg stb. Hát ez cselekvés volt a maga módján, méghozzá egy óriási horderejű cselekvés, de nem 5 perc alatt. Tehát 1898-ban alakult meg a Hangya Központ, mint Csíra. 2 év alatt, 17 alakult még meg Budapest környékén. Lassú volt. 1905-ben már 500 volt, 1911-ben már 1000. Mire a háború befejeződött, igaz, hogy Nagy Magyarországon 2200 szövetkezet volt, de ebből a Trianon elcsatolt annyit, hogy 1000 alá lement a anyaországban levő szövetkezetek száma. De 1920-21-ben már újra 2000 körül volt, 1970. Tehát még abban a nyomorult háború utáni kipusztított világban is működött az, hogy összeadták az emberek azt, hogy ebben a közösség együttműködésben nagyobb a létbiztonság. Na hát ennyit erről a múltról, hogy ezt képesek voltunk megcsinálni. Amit érzünk, nagyon sok előadásban hallottuk, hogy ez rossz, az rossz, ez fenyeget, az fenyeget. Igen, ijedjünk meg. Ez nagyon fontos dolog, hogy ijedjünk meg. És amikor keressük a megoldást, hol keressük a megoldást? Elemekben, kis mozdulatokban, részszemléletekben. Pedig, ha utána gondolunk, hát én mérnöki, villamosmérnöki alapról jövök, sok mindent tanultam, de azt én érzem, hogy amiben a létmódunk kialakul, az egy uralkodó társadalmi gazdasági erőtér, szellemileg minden szempontból, anyagilag, fizikailag, lehetőségileg mérhetetlenül korlátozottak és találtak vagyunk. Ebben a szorító erőtérben fog bekövetkezni az, amiről itt egy csomó előadás már elhangzott. Rossz vagy én? Jó. Ha egy erőtér életellenes, ellehetetlenítő, akkor vagy az van, hogy beletűrődünk, hogy halálra vagyunk ítélve, vagy megpróbálunk ezzel ellen vétekezni. Egyéni vétekezés nincs. Zsuzsa is mondta, hogy mennyi ideig kell élelmet tartani, vagy Amerikában van ez a bunkerépítés, meg stb. Mentési Teotwafkin mozgalom. Ezzel is átmenetek. Tehát amikor katasztrófa helyzet van, a tartalék átmenetileg segít. Ha hosszabb ideig megmarad a tartalék, bocsánat, a válsághelyzet, akkor már csak a folyamatos teljesítő képesség a megoldás. Ugyanis
az élet az egy folyamatosan ismétlődő ciklikus valami, tehát örökké plusz energiát kell befektetni abba, hogy életben maradjon, különben a széthullás a halálra következni. Tehát én azt keresem, hogy a halált okozó, ellehetetlenítő erőtérben létezik-e megoldás? Egyéni megoldás nincs. A közösségi megoldás lehet. De ez a közösségi megoldás sem olyan, hogy véletlenszerűen egyénként viselkedő közösségek próbálnak valamit tenni. Tudomásul kell venni, hogy a létezés az térben, tájban és időben ciklikusan történik. Tehát így kell tudni megszervezni tájba illeszkedően annak az életben maradni vágyó közösségnek az aktív részvételével ezt a fajta védekezést. Na most, mi is az uralkodó erőtér? Három jellemzőt mondok. Az erősebb győz, a gyengébb elhullik. Rabszolgaként beilleszkedni egy olyan társadalmi munkamegosztásban, amelyben az erősek határozzák meg a célokat és a bedolgozás feltételeit. Teljesen mindegy, hogy én azt hiszem, hogy egy jó menő vállalkozásnak a vezetője vagyok. Mérhetetlenül függök attól, hogy ki akarja tőlem megvenni, amit én előállítok. Az ország jelentős része a termelővállalatok, beszállítók, nem igazi végtermék előállítók. Épp olyan kiszolgáltatott helyzetben vannak, mint az a bérrabszolga munkás, akinek ötöd annyi vagy negyed annyi bért fizet, az a mondjuk német cég, mint az osztrák vagy a német alkalmazottnak. Tehát ezek a feltételek, ezek kisikerülőek. De a kulcs az, hogy a hatalom koncentrálása egy szűk elit kezében, e felé megy a világ. Eddig jó 100-150 éven keresztül, én úgy mondom, hogy a pénzgyárakon keresztüli működésmód volt az uralkodó. Itt a pénznek óriási, hogy mondjam, hatalom koncentráló erőkifejtő szerepe volt. Rákényszerítve a többséget arra, hogy megszerzett jövedelméből vásárolja meg létfenntartását. Tehát a civilizáció elkényelmesítette az embert, mert mindent outsourcingolni lehetett, már az emberi szeretett kapcsolatokat is, babysitter meg az öltök, ugye mivel helyettesítjük, tehát semmire nem fordítunk energiát, mert megvehetjük. Ha van pénzük, megvehetjük. Ebből az következik, hogy a létfenntartási kiszolgáltatottság határozottan emelkedik. De még azért van létfenntartási lehetőség, ameddig van keresetünk. A kibontakozóban van azonban, úgy mondom, hogy egy gazdaság lassítási program, egy radikális gazdasági szétverési program, amely álságosan humán megfontolásokon alapuló mutatók betartatását totális ellenőrzésen keresztül kívánja elérni. Tehát ez a digitális jegybank pénz, a digitális személyazonosság, az alapjövedelem, szociális kreditrendszer, mindenféle jogi korlátozás, mindenféle kommunikációnak a korlátozása, most például már február 17-től ez a DSA, most olvasom, hogy nyártól az 50 főnél nagyobb cégeknek kötelező olyan informatikai biztonsági programot összeállítani és auditáltatni a saját külön autonóm rendszerét, hogy nehogy hacker támadás tört áldozata legyen. Na most ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy aki nem teszi fel a felhőbe az adatait, amikor annyit jelentett, hogy kitárulkoztam, most már kényszerítik a vállalkozásokat arra, hogy kémkedő auditorok nézzék meg, hogy oda hogy lehet betörni. Ez talán szeptemberig az országoknak be kell, EU-ban be kell vinni a saját
jogrendjükben. És sok minden más, tehát nehéz időt élünk. Ennek mi a következménye? Nem a létfenntartási kiszolgáltatottság növekedése, hanem a létfenntartás ellehetetlenülése. Na, tehát ebben a helyzetben mit tehetünk? Hagyja szellemiségben. Én úgy gondolom, hogy társadalmi erőhatással, kényszerítéssel szemben csak belső létbiztonságot teremtő lakossági összefogással védekezhetünk, ahol a szabályokat mi alkotjuk meg, és mi tartatjuk be. Ez bizonyos védettség addig, ameddig egyáltalán az atomizálódásból kilépő önszerveződésre még lehetőség nyílik. Nem biztos, hogy tehát az erőszak nem ismerhet határokat. Én fiatal koromban, engem nem, de emlékszem rá, hogy a szüleim a csengőfrázban voltak az 50-es évek elején, 40-es évek végén. Nem kellemes. És nem kellett indokolni, hogy valakit miért visznek el. Ez akármikor bekövetkezhet. Na, most ahhoz, hogy ilyen társadalmi, önvédő, kistérségi, jó szervezett összefogásokat csinálhassunk, néhány alapfogalmat kellene tisztázni. Tehát itt a legnagyobb probléma, ez a gondolati atomizáltság. Az első, ami a legfontosabb, hogy rengeteg elkényelmesedettségünkben rengeteg igényt megfogalmazhatunk, és annak nem nagyon érezzük a korlátait, hogy érdemes-e, és egyáltalán mennyire csinálható, vagy a jövőben ez mennyire lesz lehetséges. De magához a létfenntartáshoz ezek nem szükségesek. Tehát ha valakinek nem a legmodernebb, fél évente nem cseréli ki a okostelefonját, attól ő még élet. Tehát rengeteg olyan felesleges luxus van, amit el lehet hagyni. De az alapvető szükségletek, viszont oda kell figyelni, ezek közül néhányról már szó esett. Én összefoglaltam szerintem, hogy mik a legfontosabb alapvető szükségletek. Az élelem. Kenyér, tejtermék, hús, zöld, főzelékféle, burgonyaféle, tésztaféle, gyümölcs, leklár, aszalvány, bor, pálinka, stb. De gondolni kell, ha input van, van output is. Hát mit csinálnak az ürülékkel és a szennyvízzel? Városban, katasztrófa esetén, nem tudom, hogy mi van, majd az 5. emeleten nem lehet lehúzni a vécét. Másik nagy probléma a víz. Tehát nem csak ennünk kell, innunk is kell, minden nap legalább 2 liter folyadékot. Itt is van az ivóvíz, a szürke víz, meg a fekete víz. Miért kell a ivásra alkalmasá tehető vizet használhatatlanná tenni? Hogy ivóvízzel öntjük le a vécét. Tehát Ország Józsefnek, vagy Szijjártó Csillának a vízgazda rendszere, ez nem tudom mennyire ismerős, de azt, aki vidéken él, az mindenféleképpen fontolja meg erre. Attila is már tett említést, hogy a házakban hogyan oldható meg az alomszék, meg a csapadékból való víznyerés. A következő fontos a lakhely. Most én azt mondtam, hogy ház kérdőjel. Tudok olyanról, akik békésen élnek jurtába. Olaszországban jártam tavaly Puliába, ahol Alberto Bello környékén ezek a, hogy mondjam, mint egy jurta, kőből épített építmények vannak, de nem volt szabad Maltáról azokat összekötni, hanem ha vándorolt a család, akkor elvitte ezeket a köveket, és ugyanúgy megépítette a maga kis kupos házacskáját. Tehát nagyon sokféle módon megoldható ház, de erre Attilának nagyon jó ötletei is vannak. Meg kell oldani a fűtés kérdését. Meg kell oldani a tárolás kérdését. Meg kell oldani a javítás kérdését, mert bármi elromolhat, javítani is kell tudni. A ruházat növényi eredeti volt sokáig, illetve állati eredeti a ruházat. Ma már főként műanyag és nagyipari és távolról jövő. Ezeknek a javítása hogyan történhet?
Azért kíváncsi lennék arra, hogy tartós áramszünet és kamionstop stb. Mellett, ha valami elszakad, vagy egy cipő talpa kilukad, akkor hogyan oldják meg a közlekedést. Tehát ezek a kisipari szakmáknak az életben tartása kulcsfontosságú. Nagyon fontosak az elemi munkaeszközök, amik a létfenntartáshoz és a javításhoz szükségesek. És a legfontosabbak között van tulajdonképpen a közösség, mert a létezés az egyénileg nem létezhet, az csak közösségbe. Tehát a család, a szomszédság, és hát nem okvetlenül csak a komaság, de gondoljuk végig, hogy hány ember van beszélő viszonyban az első, második, harmadik szomszédjával. Ez az visszahúzódok a saját házam, a saját váram. Tehát ezen is változtatni kell. A munka megosztásnak a megszervezése, az együttműködés. Nagyon fontos a nevelés, hogy ami az alapvető létfenntartáshoz szükséges, azt meg is tanulják az emberek. Ma már főző tanfolyamokat, anyatanfolyamokat, háziasszony tanfolyamokat kéne tartani, és nem akarom, de a fiúknak se el tudni, tehát az én unokáim úgy sütnek, főznek maguktól, hogy nem igaz. Fiúk is. Az egészségügynek az öngyógyító, stb. Erről már volt szó. És a gondoskodás, tehát nem csak a gyerekekről, az idősekről, bármilyen. Na most, ezt én azért soroltam föl, hogy konkrétan lássuk, hogy itt bármelyik végtermékre gondolok, vagy szolgáltatásra gondolok, hogy ez fontos. Jusson eszünkbe, hogy ez nem olyan, hogy leveszek egy gyümölcsöt a fáról. Ez sokkal összetettebb, ez összerendezett emberi tevékenységnek az eredménye. Ezt meg kell szervezni. Na most az a nagy kérdés, hogy ahhoz, hogy én eljussak egy kenyérhez, vagy eljussak oda, hogy egy ruhát fölveszek, mi mindenen, minek és mi mindenen kell keresztül mennie, hogy az a végtermék ott legyen, és közben mennyi melléktermék vagy hulladék képződik. Hogy? Tehát. Ezek tehát az alapvető létfeltételek biztosítása érdekében végrehajtató tevékenység sorozatok. De a táj az nem egy panoráma, az tulajdonképpen a létezés közvetlen környezete és az itt élni akaró közösség megmondhatatlan egysége. Tehát nincs az, hogy a táj az valami más, tőlem idegen, ha az érdekem úgy kívánja, tönkre tehetem, mert az nekem jó, meg valahogy megoldódik. Össze vagyunk ragasztva, tehát az is táj, hogy én élek egy toronyházban, a városban, és nem tudom, egy kilométert sétálok, hogy az első fát meglássam. És az is milyen csenevész, mit tudom én, hogy... Igen. Bocsánat, még egy 5 percet kapok. De jó, csak annál kevesebb idő maradt beszélgetésre, és ott is ott fog szülni. Na, mértékeket szeretnék megfogalmazni. Mi az, hogy kiszolgáltatottság? Ez a tevékenység sorozatot én értékáramnak nevezem, mert érték jön ki a végén. Az értékáram egyes szakaszaiban végrehajtott munkatartalom vagy felhasznált input ráhatási körön kívülről származik, tehát meg kell vásárolnunk. Ezt jelenti a kiszolgáltatottság. Vagyis nem saját tájból származik, nem saját közösségén belül hajtjuk végre, távolról származik az input. Mit jelent az, hogy saját ráhatási képesség? Ez a legfontosabb, és ez lesz legnehezebb megérteni, megvalósítani. Hogy az egyes értékáram szakaszok közötti anyagátadás, illetőleg munka ráfordítás méltányos elszámolással történjen. A méltányos elszámolás azt jelenti, hogy a tartós, bővített újratermelést nem veszélyeztető módon kell mindenkinek a teljesítményét megfizetni.
Ercsei Attila mondott egy példát, valahol tévén láttam, hogy ha 80 forintért vásárolnák meg a medgyet Szabolcs-Szatmár megyébe, de a gazdától megkérdezik, hogy mennyire adná oda a medgyet, 300 forintért, és azt a kosárközösség elhozza, és 600 forintért árulja annak a közösségnek, ahol, aki ha a piacra kimegy 1800 forintért kapja, akkor én ezt a 300 és 600 forintot méltányos árnak tekintem. Tehát így kell gondolkodni, hogy aki előállítja, továbbra is megéljen, aki viszont megveszi, azt ne zsebeljen ki. A szükségletvezérelt működés a másik nagyon fontos dolog, hogy a fogyasztó, a kereskedő és a termelő között tartós érdekközösségnek kell kialakulnia, és meg kell akadályozni, hogy valaki azért, mert pénze van, ezzel visszaélve kiszolgáltatott helyzetbe hozza akár a termelőt, akár a vevőt. A hangja ezt oldotta meg, mert behozta a kereskedelmet a szövetkezeten belőle, amit a termelők meg a fogyasztók hoztak létre. Ők tanultak meg kereskedni. Na most a szükséglet vezéreltség annyit jelent, hogy nem a kínálat tömege alapján megyek be a boltba és azt veszem, amit ott látok, hanem amire szükségem van, azt kapjam meg, sőt, azt is termeljék meg, amire szükségem van. Ez annyit jelent, hogy megfordul a logika. Diktálni a fogyasztó kezd diktálni, és nem a termelő tolja rá az áru mennyiségét a vevőre. Na ezt a fajta szükséglet vezérelt együttműködést nagyon jól megoldotta a hangja, ez működött benne. Az volt, amire szükség volt, azt megszerezték. Itt beszéltünk a külkereskedelemről, a futura is csak a felesleget értékesítette, és azért hozott petróleumot, sót, meg stb. Tehát először az országon belül ellátás volt az első szempont. Tudatosítani és elfogadni kell, hogy a hálózaton belül megjelenő méltányosság előnyösebb mindenkinek, mint az egyéni haszonra törekvés. A harmadik, a biztonság valóban az azonnal rendelkezésre álló segítség, dolog vagy szolgáltatás. Ebbe az önellátási teljesítő képességbe érdemes befektetni, mert ez valóban az életben maradást segíti. Tehát nem mit tudom, hogy milyen alapokban mit ellopnak, hanem ebbe kell, mint ahogy a hangja is, tulajdonképpen a kis emberek pénzét ebbe fektette bele. Ez nem fog létrejönni, mert ide egy motor kell, mert az életben is állandóan, ismétlődően kell valamit ingerelgetni. Most ezt a motor szerepét egy olyan sok termékes fővállalkozói szervezetnek kellene betölteni, ami az, föltárja, hogy mik a potenciális lehetőségek a térségben, ezekkel a kapcsolatban tök mindegy, hogy ő többet is tud, amire szükség van, arra leszerződik, mint fővállalkozó, hogy ezt szállítsa nekem. Ha igény merül föl, hogy te még ezt, meg ezt, meg ezt tudnád, ha tudnád, akkor állját, arra is kötök szerződést. Tehát ebben a pillanatban az igénylő, az életben maradni akaró közösség határozná meg, hogy mi az a teljesítmény, amit képes ebből a tájon belüli értékelőlet közösségből ki tudna szedni. És ha egy ilyen agytrözt létrejön kistérségekben, először talán faluba, vagy több faluban együtt, akkor ez egy olyan stratégiai fejlesztési központ, hogy a létfeltételnek nem csak a kaja oldalát, hanem nagyon sok minden más egyéb oldalát is tudatosan szervezi. És ennek szövetkezeti formában kell létrejönni, nem KFT, egyéni haszonszerző formában, ugyanis a szövetkezetnek az a lényege, hogy abból vagyon nem vihető ki. Teljesítmény kivihető, vagyon nem. Tehát ami oda bekerül, annak ott kell maradnia. Ha megszűnik a szövetkezet, más szövetkezetnek kell átadni. Ez kizárja azt, hogy egyéni haszonszerzésből látszatra vállalja föl valaki ezt a közösségi jó cselekedetet. Még két gondolat, ezt a fajta motorszerepet kiegészítheti, én közösségi teljesítmény elszámoló rendszernek nevezem, egy
a nyitott követelések vagy kötelezettségeknek a nyilvántartása, mert hogyha sokoldalú kompenzációt, nem csak ember-ember, cég-cég közötti kompenzációt veszek figyelembe, akkor, ahogy a multik csinálják a cash poolingot, tehát nagyon komoly pénzmegtakarítási lehetőség van. Ez akár egy rulírozó folyószámla hitelt is kiválthat. És van még a közösségi engedmények rendszere, amely egyfajta közösségi hitelrendszernek is lehet az alapja. Erről bővebben, ha valaki rákeres, a Nexus TV-be összefogással a túlélés címmel, én ezeket elég részletesen leírtam, tehát az a, onnan levehető, ezek nem titkosak, a Juhász Zoli feloldotta ennek a jelszóhoz való közösségét. Tehát vagyis a folytogató erőtérben alternatív létfenntartási belső erőteret hozhatunk létre, amely képes megőrizni autonomiáját, amíg egyáltalán működhetnek gazdasági társaságok. Tehát én cégen belőle viszem a dolgokat, azt, amilyen az ő működési szabályozat, olyan ajándékot, a stb. Amit akar, az kívülről nem lehet diktálni. Ez ma a hangya szellemiség ennek egy lehetőséges megvalósítása. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen az előadást, és akkor most szólítanám Balogh Pétert. Mikor? Hogy lett volna? Én nem emlékszem. Melyik előadásom vagy? Még éppen csak megérkezett, és már szépen jelázott. Minél kevesebb. Hát ez az, hogy kevés időnk van. Tehát kevés időnk van, ezt tudjuk. Igen. Az utolsó, azt mondod? Igen, az utoljára mentett. Vízválasztó? Ja, hogy sajnos. Elkezdem addig, ha tisztelettel köszöntöm itt ezt a konferenciát. Balogh Péter vagyok, a geográfus szakmám szerint történelmi és földrajz szakot végeztem, így a téridő mátrixában az ember és természet kapcsolata érdekelt, mert úgy találtam, hogy a legmagasabb rendű rendszer, amiben mindaz, amivel itt is foglalkozunk, mind a 11 szekció, úgymond, a legmagasabb rendű, tehát amiben mindezek tartoznak alá, ha tetszik, mind függ tőle, és mindegyiknek a kérdései, amiben itt tapicskoltunk indokoltan, de mindezeket megoldja, kell a rálátás ehhez, az pedig a természetnek a meglátása. Persze nem mindegy, hogy hogyan, és itt vagyunk bajban. Nincs olyan, aki azt mondaná, hogy ő, vagy nem mondaná azt, hogy igen, ő szereti a természetet, tehát mindannyian szeretjük a természetet. Az is, aki kimegy hétvégén kvadozni bele, vagy hasonló módokon. Csak itt az a kérdés, hogy egyáltalán mi a képünk róla. Tehát a természet az a magasabb rendű rendszer, ami itt a itteni témákat úgy, mint jog, vagy a pénz, vagy a közösség akár, egyáltalán mindenféle társadalmi, gazdasági rendszerek, és különösen az élelem, termelés, mezőgazdaság, tehát ez a szekció, annak a magasabb rendű rendszere, újra jó.
már pedig a természet. Na most erről szeretnék én beszélni, illetve nyilván önmagában nem érdekes az, hogy természet, hanem a hozzávaló viszonyunkban érdekes, tehát így ember-természet kapcsolata. És hát tényleg azért vagyok bajban, én erről 97. március 1-én tartottam még a múlt évezredben az első adásomat egy ELTE egyetemi szakkollégiumban, és tényleg azóta foglalkozom ezzel a kérdéssel, tanítottam, 10-néhány évig tartottam kurzust, egyetemi kurzust ebben a témában az ELTE-n, és különböző fórumokon részt veszek, ugye nem mindegy, és itt nem tudom, bár itt vagyok tegnap óta, hogy mi az alap tudása, az alap elképzelése a közönségnek, ahhoz képest kell igazítani a gondolatokat, és hogy van még 12 perc. Az eleve ugye lehetetlené teszi ennek a feladatnak a megoldását. Ez együtt néhány szempontot igyekszem felvillantani, vagy hozzátenni. Nem az a cél, hogy mindent elmondjál, hanem, hogy kicsit segítsen. Annak a jegyében, hogy tananyag, tréning, ugye amit mondott a főszervező úr, hogy adjuk össze a tudásainkat, és hát egy Magyarország megmentése kapcsán, hogy hát én háromnál több pontot nem nagyon szabad felírni a diára, hogy akkor, tehát mégis mi az a rendszer, erről beszéltem már az előbb, hogyan állunk ehhez, ezt is említettem, és ennek megfelel van kétféle, és csatlakoznék az elhangzottakhoz, hogy na akkor melyik oldalra állunk, így fogalmaztál többször is, meg ez kiderült, na most erről egy kicsit, és konkrétan, hogy akkor mi a kerete egy fenntartható élelemtermelésnek Magyarországon, mert, és akkor ezzel előre szaladok, meg többször fogok előre szaladgatni, hogy legalább azok benne legyenek a 12 percben. A számomra itt a tegnapi pénzügyi nagyon jó szekció tanúsága az, hogy nem az a kérdés, megszavaztuk ugye, hát, hogy még mivel legyen a tartalékunk, hogy arany, vagy bitcoin, vagy nem tudom mi. Nem az a kérdés, hanem, hogy mit veszünk rajta. Tehát van-e termék, és az honnan van, hogyan van. És amit az Attila mondott, Ercsei, hogy a kincsképződés az maga ebbe a folyamatba levés, tehát a természethez való kapcsolódásunk struktúrái és az a működés, amiben vagyunk, az maga a kincs. Egy szóval a tájgazdálkodás, na ide fogunk eljutni, és ennek a példáját tudom bemutatni a Tiszai Alföldön maradék 11 perc. Jó, tehát hogy ez egy emblematikus ábra számomra, a köztudást is ez mutatja, hogy ugye addig jutunk, hogy klímaváltozás, persze most már azóta újabb kártyákat rátettek a médiába, de egy időben volt divat, emlékeznek, és akkor hát megőrült az időjárás, hát persze az időjárás. Tehát ez egy nagyon kényelmes álláspont, hogy na akkor klímaváltozás. Azt gondolom, hogy a tájhasználat megváltozása a kulcsa ennek, tehát klímaváltoztatásról van szó, azért, hogy tisztában vagyok az extraterrestrikus, tehát a nagy léptékű dolgokkal is. De az a kérdés, hogy mi a mi lehetőségünk és felelősségünk ebben. Hát azt kell látni, hogy például a vízgazdálkodásban ugye egyszerre jelennek meg a jelenségek, tehát hogy egyszerűen nem üzemel a tájhasználatunk, a víz és táj értelmezésünk megbukott. Na most mi az, hogy szemlélet? Minden dolog jelensége a rendszernek. A felszínen úgymond az látszik. Nem hallatszik elég? Jó. Nem, jó volt. Mi volt jó? Jó volt. A mikrofon állása? Azt állítottam. Nem a mikrofon hangosságát. Lebukott teljesen, mert rossz a tartója. Hát én... Ide töltödik a lesz. Jó. Így jó? Jó. Tehát ő... Egyszerűen ki kell... Jelenség. Közelebb a szájához. Nem elég valaki így, csak hanem kihozza. Most már lesz kettő, most már nagyon hangos. Mégis két fülel van mindenkinek tulajdonképpen. Tehát egy jelenség, akkor legyen két mikrofon, jelenség szinten vannak mindenféle árvíz, belvíz, aszályú, válságok, stb. De minden jelenség egy rendszernek a működéséből fakad, tehát a működés hozza létre, és nem szabad a jelenség szinten a felszínen megmaradni, ott kezelni, például ugye széndioxid növekedés, stb.
És minden működést viszont a rendszer struktúrája hozza létre. Érezzük, hogy a működés az egy soft dolog, a struktúra az, ami a hardware, úgymond, de itt nem csak az infrastruktúrára, például a csatornahálózatra gondolunk, hanem a törvényi struktúrákra is. Minden, mert amilyenek a törvények, azok szabályozzák, utána annak már egy működése, és annak lesznek jelenségei. Kérdés az, hogy mi hozza létre a struktúrát. És itt van ez, amit én értékrendi szintnek nevezek, és a szemléletem múlik, hogy mi az az értékrend, ami alapján, ugye, hogy a gyereknek kalapácsot veszünk, vagy hegedűt, az szerint fog kalapácsolni, vagy hegedülni, akinek kalapácsa van, minden szögnek néz, ugye? Tehát ez nem múlik. És egészen a természettel való kapcsolatig. Na most azt derül ki, hogy a jelenlegi víz- és tájszemlélet, így egybeírva nagyjából, az élelmezés válsághoz vezet, meg egyébként a klímabiztonság összeomlásához, ami nem egy zöld téma az újságok végén, hanem a élhetőségünknek a kerete abszolút, hogy most van egyáltalán élhető-e a környezet, vagy nem. Mondjuk akár ennek a kis felső homokhátsági résznek is, ha megvizsgálnánk az Erzsi Attila módszerei szempontjából, vagy hogy mondjam, szűrőjén az autonomitását, tehát hogy például honnan van ide itt víz, amit ittunk, meg fülöttünk vele. Jó. Viszont a sikeres terápia az ugye helyes diagnózis szükséges, hogyha már itt a doktor urak vannak, amihez persze egy őszinte anamnézis is kellene, ami ugye elmaradt, mert ugye lényeges, hogy amit viszont meglátunk, az a szemléleten múlik. És ez az, ami a csúszott el, vagy ez torzult. Például itt mutatok egy képet. Ez egy ismert kép Magyarországról, pláne most van a szezonja, vagy hát lenne, állítólag a Dunai Alföldön vannak vizek, nálunk nincsenek a Tiszai Alföldön. Úgy értem, Németh Zoli mondta, hogy arról jött, és akkor itt eddig tart a Dunai síkság, ez a homokhátság, és utána meg a Tiszai rész. Na most, hogy itt mit látunk a képen, ezen előadás előtt azt mondanák, hogy ez egy belvíz veszélyeztetett szántóföld, ugye? Hát akkor én fölteszem a kérdést, hogy mi van jó helyen, a szántó vagy a víz, egy mederben. Ugye? Tehát itt egy mederben látunk vizet, a mederben van víz, meg a szántó is a mederben van, hát melyik van jó helyen, ugye? Tehát, hogyha tanulták a mezőgazdaságot a hivatalos egyetemeken, és nagyon értenek hozzá, és abból van a négykerekes terepjárójuk, akkor biztosul fogják látni, hogy ez belvíz veszély. Ha meg nem tanulták, akkor nagyon hamar megértik, hogy nem, itt szántó veszélyeztetett mederről van szó, és nincsen a helye a víznek. Amikor lenne víz ilyenkor a téli fél évben, akkor nem tudják hova tenni a vizet, utána meg nyáron hiányzik. És mindez nem esett le a 150 év alatt a víz- és mezőgazdasági szakmának. Tehát aki tanulta az ellenkezőjét, az nem annyira érti, de aki nem, annak kézenfekvő, hogy mit lehet csinálni. Persze a környezettudomány oldaláról ugyancsak evidenciáról beszélünk. Na most ennek megfelelően kétféle realitás van, kétféle valóság, mert szokták nekem mondani, persze, de hát ez nem lehet reális. Például itt ugye ez a Tisza közép, Magyarország közepének közepe, végtelen periféria egyébként, Szolnok megye, Lapos tónak nevezett, annyira, hogy oda is írtam, terület, látható, ez egy domborzati térkép csak. Tehát nem vízborítást látunk, hanem domborzatot látunk. 12 méter szintkülönbség van a 12 kilométeres területen, tehát egy ezrelékes a lejtés megvalósul. Ez nagy szengből nézve tényleg tökéletes síkságnak látszik, ugye a masztalap simaságú területnek, de látunk közelebb, hogy nem az, hanem egy jellemző struktúrája van megint, mint ahogy az emberi szervezetnek is van egy struktúrája. Tehát nem 60 kiló hús és csont, hogyha egy csinos nőről beszélünk, hanem egy sajátos struktúrája van, és annak működése ráadásul, élete, élő működése. Itt ez ugyanez. Lapos tóba ugye látszik, hogy ide akar jönni a víz, tudna jönni nagy vízkor. Fölvetem, mikor meg azt mondják, hogy a homokon, ami az a satály neve, látszik a morfológiai műveltségeknek, hogy ugye ez egy homokos terület, gyümölcs van, cseresznye, nagyköri híres cseresznye, és hogy na még egy ilyen év, és az megfelezi a fákat, tehát száradnak ki a fák. Na most, ha mi lenne, hogyha itt víz lenne a lapos tóba? Erre megkaptam, hogy hát Péter, ez nem reális, hogy a lapos tóba víz legyen. És a jelenlegi realitás szerint nem reális, hogy a lapos tóba víz legyen. Tehát mondom, akkor az a realitás nem reális, ami szerint nem reális, hogy a lapos tóba víz legyen. Tehát a természet eredendő realitása szerint viszont a lapos tóba nem én neveztem el, vagyok Greenpeace, hanem ez a táj neve. Nyilván szántó van benne ugyanúgy, mint mindenhol másutt az Alföldön, amit föl lehetett szántani. Ugye szárazság van benne, aszálycsinálás folyik. Na most ennek megfelelően
kérdés, hogy mi, akkor mi a reális, mert ugye a minisztertől is, amikor ezt elmondtuk, neki azt mondja, jó, hát ez szép, de nem reális. Hát az a feladat, hogy megteremtsük a realitását annak, hogy a Lapostóban egy tómeder, és van felesleges víztöblet, nem úgy, mint mit tudom én, Délkelet-Mediterráneumban, akkor hogy legyen hova tenni a szántó helyére, ami elfoglalta a víznek a helyét. Jó? Na, hogyha most vége van, már az is jó, vagy mint vásárhely, úgy járok, mint vásárhelyi pár, akkor is már elmondtam a lényeget. Mert hogy mindenki jót akar, még a szakember is, mondom én, de az a kérdés, hogy mi a jó? Tehát, hogy gyere, csináljunk valami szépet, valami jót. Jó, de hát szépet egyeneset, vagy szépet görbét? Ugye, és akkor mihez viszonyítunk, és itt jön be az értékrend, és ezen áll vagy bukik minden, hogy mi a mérce? Ez a szép erdő szépen egy sorba, stb. Vagy pedig ez a csúnya a szép. Hát attól függ, hogy melyik egyetemen tanultuk ugye a szépet, attól függ. De tényleg ezen erdő, hogy akkor hogy mi a szép. Itt szépen rendben rakta a művész a fenyőfát, de ez is egy lát. Ez ugyanannyi darab fenyőfa darab, sejt, mint a másik képen. De ugye másik fajta rend szerint van. Na most az egyik, és itt egy képen mutatom ezt, de autópályát ma a mai magyar értékrend szerint lehet építeni. Egy vonalas infrastruktúra, megcsinálják. Sokba kerül, hogy a kínai járók a török kamionokon Nyugat-Európába el tudjanak jutni a magyar földi, mert más értelme nem nagyon van. Na most itt van egy másik vonalas infrastruktúra, ez egy meder. Ebben víz van, hát az ellen pénzt költve dolgozunk, az önök pénzét költve dolgoznak az, hogy ne legyen víz az Alföldön, hogy majd utána legyen a száj, vagy sárdasság, mert az az eredménye. Hát mindenesetre ezt nem sikerült eddig megoldani. Kétféle mintázatot mutatok, látszik egy eredendő mintázat, ez nem időbeli fogalom, hanem azt jelenti, hogy a létéből fakadó eredendő működése van a tájnak. Ezek a medrek, erek, árterek rendszere hálózata, és van rajta egy börtönrács, egy azt, hogy mesterséges, megint hagyjuk, az nem jelenteni azt eredendően, hogy természetellenes, de sajnos most azt jelenti, mert hogy iparszerű és természetszerű jelzőket javaslom használni. Tehát van egy természetszerű eredendő működése természetesen a természetnek, és van egy iparszerű mostani működése, ami az elszakadottság, gyarmatosítás, stb. Sokat hallottunk róla, ez a táji mintázatban, a tájhasználatban való megjelenítése. A fejlesztések kapcsán szépen csináltak egy ilyen fejlesztést nagyon sok millió forintért, de lehetne úgyis, ez is mostani fejlesztés, tervprojekt, ezt nem tudom megmutatni képen, de elvileg lehetséges. Na most ne az önkormányzatok, stb. Mindenkinek nem tudom, hol van az íróasztala és mekkora, államtitkárokkal szívesen beszélgetek utána, tehát tudom részletesebben is elmondani, a sorok között megbújó államtitkárokkal. Na most ugye ez ugyanaz a tájrészlet, hogy elfejlesztették, úgyhogy baj legyen belőle. Tehát hangsúlyozom, hogy kivezetik a vizet, úgy lehet villámárvizet csinálni, aszályt csinálni, ökológiai katasztrófát, és akkor megint nem egy hétvégi zöld viccelődésről beszélek, hanem az életről, amikor a biodiverzitásról beszélünk. Jó? Megtörtént esetek vannak hát nyugaton, hogy lehet csinálni rendesen is, és ez a lényeg a mi magyar Alföldünkre, hogyha búzabányaként tekintünk megint a szemlélet értékrend az Alföldre, akkor az ugye egy szántó monokultúrát látunk, és árvíz, belvíz, aszály és hivatagosítás az eredménye. Ezzel szemben tudhat lenni az ártéri tájgazdálkodásnak, hívjuk maga a tájgazdálkodást, még mindjárt ezt a diát még elkérem, aztán a kifejtés másfél óra az maradhat. De a lényeg az, hogy van egy olyan, hogy a táj eredendő működéshez igazodó tájhasználat, ez a tájgazdálkodás, az ártériás tájak esetében ártéri tájgazdálkodás, romantikus nevén foggazdálkodás, és az árvíz védelem helyett egy árvíz kezelés, az árvíz, mint erőforrás, mert azt tudja hozni nekünk azt a hiányzó víztöbletet, ami nyáron nincs meg csapadék formájában, mert a medencehelyzetből természetszerűleg nincs meg, tehát ha tetszik, aszályhajlam van a Kárpát-medencében eredendően, de az aszályhajlamból aszályt a jelenlegi tájhasználat csinál. És csinálhatna mást is, és akkor megint a klímaváltozás akkor ugrik, a klímaváltoztatás, az visszaváltoztatás is lehetne, ugyanúgy, ahogy Máté elmondta, lokális, regionális, és feljebbi léptékekben az összeomlás is, és a megoldás is így összeállhat kicsiből a nagy felé. Jó, és akkor ez az a dia, tehát minden emberi működés tájhasználat.
még a kutyakozmetikus is, vagy a jogász, az pláne, közgazdász, stb. Tehát minden egyenlő működésnek van hát az outputja, a szemete oda megy, és az inputja is oda, nem tud, tehát nem lehet a tőzsdéről letölteni oxigént például. Meg vizet, meg élelmet, se ilyesmit. Hát pénzt azt lehet, és hogy el lehetett meg aranyat, meg ilyeneket lehet bányázgatni, de a Kárpát-medence aranya, és ennek az országnak a felemelkedésének az alapzata, az tudhat lenni, hogyha azt a tájhasználatot kialakítjuk, ami nem tájterhelés, hanem egy együttműködő tájhasználat, mert nem minden tájhasználat tájterhelés. A jelenlegi iparszerű tájhasználatok, tájterhelések az a lényege. Tehát ennek az elfogyasztói társadalomnak az a lényege, hogy a természetet alakítsuk át profittá, amiből nem lesz újra természet. Innentől van a vége, vagy a fenntartatatlansága. De van olyan tájhasználat, tehát ez a pozitív üzenet, ami nem tereli a tájat, és ez a fenntarthatóság. Nem a villanyautó, vagy a zöld rendszám, vagy a nem tudom mi, hanem az, amikor a táj eredendő már bármelyik táj, az Alpok alján más, mint az Alföldön, de van egy igazodó tájhasználat, és ezt hívjuk, mondom én így felkiáltva jel, egy felszólító módban tájgazdálkodásnak. Egy ábrán, hogyha mutatom, ha a Kék Egyetemen tanultak, akkor egy kék négyzetet látnak, ha a Zöld Egyetemen tanulnak, akkor egy zöld kört látnak, de ugyan, ha egyen hátrébb lépünk, akkor kijön, hogy ez egy henger, és akkor ugyanígy, tehát az ember vagy természet kérdése, mert fontos az ember, tehát fontos a természet, az ember még fontosabb, ugye kaptam én meg a politikusoktól, de ugye rossz ez a kérdés megint a módszertan szerint elhangzott, hogy ki kell lépni ebből a kérdésből, az ember és természet, nyilván megfelelő hierarchiájával. És akkor a következő záródiám, tehát a két értékeny között a kérdés ez, hogy mire való a természet. Mert mondom még egyszer, ugye kezdtem ezzel, mindenki szereti a természetet. A turisztikai szempontból nézzük, akkor desztináció vagy trófea, még a fototurizmusról is van szó. Tőkejószág vagy termőföld, hogyha a 20. századiban vagyunk. Ugye nyersanyag, benne elejét, vagy erőforrás, még az is, mint a természet, vagy díszlet ugye, vagy színpad, amin ugye lábnyommal nyugodtan játszunk, van benne egy ökoszisztéma is, ami persze szolgáltat, mint a fodrász, és akkor létrehozunk persze rezervátumokat és konzervátumokat benne, ugye konzerváció, a természet védelem a 20. századi kínjában az ágazati. Most ehhez képest van a másik gondolkodásmód, amikor élőlényként, nálunk magasabb rendű lényként tekintünk, és hogyha felhoztam a szekciókat eddig, akkor a szakrális vagy spirituális szekciót is hagy hozzam föl, ott is nem hangzott ez el, hogy mi a forrása. Tehát a szóla szkriptúra, tehát a könyvről volt szó, csak is az írás, és akkor, hogy na nem az Ószövetség, hanem inkább az új. De mi a forrása neki, és én azt mondom, hogy szóla nature, tehát hogy a természet maga, mint a Jóisten legnyilvánvalóbb megnyilvánulása ott van nekünk, azt lehet olvasni, azt lehet tanulni, ahhoz igazodni, azt segíteni, tehát az ember a kis tével, a teremtésével szolgálja a nagy tés teremtést, és akkor az a fenntarthatóság. És van dolga is, de nem az, hogy fejlesz-e, kényelmesítse, meg hogy van, igen, ez a fejlesztés, hogy mit kell rajta fejleszteni, nem kell elrakani, tehát ez már jó, és a működését segíteni. Tehát nem a színdarab, vagy nem a színpad, hanem a színdarab maga a természet, és látjuk, hogy ez egy egész más válasz, mint amit szokott lenni. Két ábra, az utolsó utáni diaként záróként, hogy mire való a természet. Köszönöm. És ez ugye ábrában, mert lássuk. Egy angol publikációból vettem ki, nem az ábrát nem, hanem a fogalmak voltak benne. Tehát, hogy a bolygó arra, vagy a természet maga arra való, hogy az emberek a szabályozás segítségével profitot csináljanak belőle. Na most ez viszont egy nyitott rendszer. Nyitott rendszer és zárt rendszer kell, tehát a körforgás törvényének megfelelően, lehetne még ezt cizellálni, de nagyon jó volt a múltkor, azok a törvény, pont a szakrális szekcióban teljesen összehangoltak az én általam felismert törvények is, azzal, ami ott elhangzott. És a kompetícióját, egy kooperáció hangsúlya, stb. Nem részletezem. Az olyan, hogy van egy zárt rendszer, ahol a kapcsolódás, ugye ennek a rendszernek, a működtetésnek a tudása, tehát most nagyon sok mindent tudunk a modern korban, de hogy az mennyire kapcsolódik az élet fenntartásához, az kérdés.
és rá a válasz is van, hogy nem. Jól. Tehát, hogy ehhez képest lenne az a másik kérdés, a tudás, ami kapcsolódik. Kinek mekkora a tudása ehhez? A struktúrája mekkora a hatodik emeleten, mekkora a hűtője, mekkora, hogyan vannak, nem is tartalékai, hanem hogyan kapcsolódik az a struktúrához, ami az életet csinálja, automatikusan eredendően csinálja az életet, az a dolga 0-24-re. Tehát nem kell a mérnöknek odavinni a dolgokat, hogy kihúzgálja a füvet a földből, hanem az kihúzó, kijön magától, amikor ha hagyjuk, ha van. Jó. És ami itt egy érdekes tanulság, hogy ebben a rendszerben viszont itt képződik a vírus, hívjuk ezt bárhogyan is, vagy ugye nem többféle megjelenése is lehet. És ott pedig az élet képződik. És akkor innentől jön az a rész, amit én egy diát megmutatnék. Tehát a gyakorlati földrajzi gazdaságtani vagy mezőgazdasági ismeretek arról, hogy én akkor itt a Kárpát-medence keleti felét mutatom a Tisza vízgyűjtőjét. Tényleg a hegyvidékek csapadék töblete, a hegyvidékeknek csapadék töblete van, az Alföldnek csapadék hiánya. Na most kézenfekvő, hogy akkor ezt a kettőt egy rendszerbe kezelve, egymás által oldjuk meg a kettőt. És az a titka, hogy helye kell legyen a víznek itt, mert az időbeli, meg igénybeli helye lenne, térbeli, tájhasználatbeli helye nincsen, és tudatbeli helye nincs a víznek most. Ezeket kell megteremteni, ezt ki tudom bontani. A térkép helyett, ez hamis ez a térkép, el sem mondom, 38-ban csinálták propagandisztikus célokkal. Ezt javaslom, ez is vízügyi munka, de itt sokkal jobban látszik a működő rendszer, ez Szolnok és környékének a vázlata. Lehet tudni, hogy hova folyik a víz, meg hova nem. A tökéletes síkság látszik, de azért tökéletes, mert nem homogén, hanem szintek, mozaikos hálózatáról van szó, a táj részek és a táj funkciók felismerhetőek. Lehet tudni, hogy hova folyik a víz, és hogy hova nem. Kérdezem, hogy mi kell a gátszakadáshoz, ami az árvíz veszélynek az értelme vagy tartalma. Két dolog kell hozzá, az egyik a nagy víz, a másik meg a gát. Tehát, és oldalirányból fel vannak dúzzasztva a folyik, 5 méterrel magasabban folyik a tájon a víz, mint ahogy eredendően folyna. Annak van egy olyan potenciálja, ami hogyha szakad, akkor zúdul, és akkor pusztít. De egyébként az árvíz áradás nem pusztít, hanem a magyar nyelvben az áradás az egy pozitív kiáradás, egy pozitív tartalmú fogalom. Ez a hülye hozzáállás csinált belőle veszélyt. Az árvízi katasztrófák története a tisztaszabályozás bukásának a bizonyítékai, nem az indoklásának. Ezt le tudom vezetni részletesen. Itt az Alföld Szolnoktól délre levő terület, hogy mennyire domborzat, mozaikos a táj. Mondom, ez szegény nagy szengő nem látta szegény Széchenyi, de most már kellene látnunk azért jobban. Ó, hát ez az én környékem, ez egy komplett másodolás ábra a Földrajz Egyetemen, hogy miket mond a táj, tehát ezeket mind mondja, hogy van. Ez már az államtitkároknak van a megoldási javaslat, ki van dolgozva, hogy mondanám, hogy pénzért adom, de 20 éve ezt lepublikáltam, tehát elvileg megvan. Érdekes, hogy ilyen nyári félévi vízhiány van, 15 milliárd, 10-20 milliárd köbméter víz hiányzik a párolgásból az Alföldön. 10-20 milliárd, a Tisza tó azt tud, vagy ez ilyen duzzasztások tudnak, 3-400 milliót összesen bruttó csongráddal együtt tudnának. Az töredék. Most kiengedtek 100 ezer köbmétert a Közép-Tiszán, és a dicséretet vártak, az ki nem fejez ezreléknyi, amennyi kellene. Elfolyt most 3 hónapja, kint van a Tisza a gátlábainál, vagy kint volt, ez egyébként nem jó, mert a télen folyt el a tavaszi árvíz, a hókészletben nincs hókészletben víz, a Alkotba sem, a Dunavízgyűjtőn is töred, vagy gyeng, kétharmad, mint a legkisebb volt eddig, a Tisza vízgyűjtőn is nagyon rossz a helyzet. De mindezeket a tájak vízpuffer kapacitását, hogyha növeljük, akkor azt tudna megoldást hozni. Tehát itt van, hogy van egy rendszerszerű csapadékhiány, kimagasló napfénytartam, de ez a táj pontosan tudná azt, és ez az édenkertnek a kulcsa, hogy nem kell az essen az eső, hogy legyen elég víz. Mert a hegyekből kegyeskedik ide folyni a víz ingyen, tehát villanyáram, nem tudom, kamionszállítás nélkül. A tiszai vízrendszer idehozza azt a víztöbletet, sőt, szét is tudja teríteni. Kivettem a tájtörténeti videókat, de olyan a tájstruktúra, hogy megvan az érhálózat, megjegyzem érhálózat.
ami viszi a folyadékot, tápanyagot, és ki lehetne építeni azt a rendszert. Persze a nagyüzemi szántóföldi iparszerű gazdálkodásnak a, nem kárára, mert az nem pontos, hanem aki, aminek változnia kell, úgymond legnagyobb. De még a természetvédelemnek is változni kell ehhez, de ezeket az emberi találmányokat, vagy struktúrákat sokkal inkább tudjuk változtatni, mint a természet működését. Ez a kérdés lesz, hogy kifejtem. Itt a lényeg az, hogy itt a legkevesebb csapadékot kapó területek, fölírom ezt ide, ez ugye a csapadék térkép a maradék országban, itt van a vizes, a legnedvesebbek, hát ez, hogy van? Ez úgy van, és ez a tézis, az árvíz arra való, hogy pótolja a hiányzó csapadékot, és ne arra, hogy detektessenek a médiába. Jó, ezeket kiveszem a gyors olvasóknak. Például, hogy a szántás hivatagot csinál nem csak ökológiai értelemben, hogy nincs rajta élet, hanem hidrológiai értelemben is. És rendkívül túlszántott az ország. Tehát, hogyha meg akarom menteni a szántóföldeken által termelt terményeket az országnak, élelembiztonság, akkor fel kell adnom a jelenlegi szántóknak, én azt mondom, az egyharmadát, de elviszám, és azt vízpuffer orientált tájhasználatokra váltani, ezáltal megnyerem a maradék kétharmadnyi szántóknak a vízbiztonságát. Tehát a termelési potenciálja nőni fog nekik, ha tetszik, másfélszeresére, az öntözés szükséglet megszűnésével, amire nincs realitása az öntözésnek, az öntözés az sivatagosításhoz járul hozzá. Történelmi és földrajzi tapasztalat, ki tudom fejteni a kérdőt. Jó, mondanám, hogy a tanulságokra nincs idő, de akkor hiába jöttünk. Majd visszanézik, mert őrették. A helyes vízgazdálkodás a vizes helygazdálkodás, és akkor van helye a tájban, van helye a vízrászartási mérletben, csökken egyébként a vízkészlet rendkívül, már egyharmadát elvesztettük, tehát már 20 éve alatt már romlott a helyzet, amióta csak én ezt mondom, és nincs helye a tájhasználatban. Magától csökken? Tőlem nem, de nem ez a rendszer működés, tehát hogy megyünk előre a hülyeségbe, annál jobban haladunk az eseményekbe. Tehát én 18 éve használom konkrétan egy területet, ott látom a vízvesztést, de akinek van területe a... Na csak mert azt mondják egyes anglok, hogy lopják is a vizet. Ja, nem kell hozzá, tehát aktívan nem kell hozzá lopni, ez is lopás, ez meg pocséklás, nem tudom, másik kategória. Igen, tehát ez biztos, hogy a víz és tájhasználat Nürnbergi perét meg kéne csinálni legalább. Tegény Molnár Géza, aki mondtam, hogy ő meg tudta volna jól írni legalább regénybe. Mi a fene van ideírva? Tehát nem kell hozzá aktívan lopni ahhoz, hogy ez elpocsékolódjon. Igen, most hirtelen erről legyen elég ennyi, de a kérdés van. Jó. Na most egy képet keresek elő, ez a modern tájhasználat, csak mutatom, tehát nem egy... itt föl van tárva a tiszaszabályozás működési mechanizmusa, az egész, az összes illúzió valami benne van a köztudatban, hogy nem úgy van. És, tehát van egy helytelen vízgazdálkodásunk, amikor nincs helye a víznek ez a mostani, az van a szakirodalom, hogy az árvíz a folyó lázas életjelensége. Hát hogy le akarja gyógyítani az ember, jót akar csinálni a szakember, hát csak nem sikerül neki, mert rossz az alapállás. Az árvíz a folyó legfontosabb életjelensége, pulzáló szívverése. És az idei év, az elmúlt évek ezekkel a 2022-es aszállyal, tavaly is, és akkor itt volt ez a rengeteg víz most télen, és elment. Úgyhogy nagy körülbet a Közép-Tisza közepén mi mértünk 35 mm-nél tartunk, évre vetítve, az nincs 180. Úgyhogy nyáron fog elpárologni, biztosan mondom, erre állítani, fog elpárologni 800. Tehát 800-at ki kell fizetnünk a beérkezett 100, összesen 180-ból, mert eddig, vagy, tehát ez nem is lehetséges. Úgy lehetséges, hogyha hozzátesszük. Tehát a tiszai alföld nem a tiszai alföldre leeső csapadékokkal tud lenni jó. És meg... Érthető, jó. Akkor már, értük már, jó.
itt bemutatom a kérdésre, ha kell, negyed óra, hogy a duzzasztás, öntözés hogyan nem jó, és nincs benne, kicsit van benne, hogy mit tudom én, környezeti károk, tehát a szokásos, hogy mit tudom, nem szeretjük a nagymaros vízét, és hogy van másik megoldás, ami tudja úgy a vízvisszatartás hasznait tízszeresen, tízszeres kapacitással, hogy nem tudja a ödéma meg a trombózis által okozott károkat, mint hogy ödéma és trombózisként értelmezendő az élő rendszeren ez a táj. Tehát a kérdés nem az, hogy vízlevezetés vagy vízvisszatartás, hanem hogy hogyan vízvisszatartás, iparszerűen is lehet, vagy pedig természetszerűen, hát nyilván lehet, és ezt az ábrát kerestem, hogy jutunk el, egy összegző ábra, tehát ez a mostani ugye az öntözőcsatornákkal, vízlépcsős mellettárlással, ami sivatagos itt, mert, és ez egy lényeg, mindjárt kiírom még, és hanem oldalirányú, tehát ez a fok maga, egy oldalirányú meder vagy csatorna, amin kifolyik a víz magától, meg amin visszafolyik, és az erre alapult vízgazdálkodást nevezem én fokgazdálkodásnak, a tájhasználatot pedig, tehát a mezőgazdaságot magát ártéri tájgazdálkodásnak, ami ugye egy rendszer nem csak az ártereken érvényes, hanem az egész alföldön, nyilván amikor kim van a víz, mert ugye lakni nem lehet az ártéren, de élni és megélni annál inkább, akkor a magasakra kell vinni például a jószágállomány. Igen, élő folyó, élő táj, fenntartható a tájhasználat, és akkor... Igen, tényleg csak a két harmadát vettem ki a diáknak. Így néz ki most egy öblözet ott Nagykörű környékén, ezt mondaná a táj, tehát a szántó monokultúra helyett látunk egy ilyen divers gazdálkodást. Persze most se kedve, se akarata, se tudásra, se semmilyen nincs a helyi embereknek. Tehát mondjuk illúzió, az is a tapasztalat, hogy nem lehet megmenteni az országot saját maga ellené, akarat ellenére. Jó, nem ezt keresem, hanem még akkor megmutatnám. Igen, ez egy szintén egy összegző, elmondtam az előbb. Ez a szabályozáshoz tartozik. És akkor itt van viszont, hogy képszerű legyen, képesíteni táj kis vízkor, nyilván felülről metszedbe oldalról, látják a töltéseket, mostani középvízi meder mélyre vágódva laposokkal, településekkel, nem ez egy idealizált, hogy mondjam, elvonatkoztat a tábla, de erre teljesen reális. Tehát nem én rajzoltam ide a templomot, hanem képzeljék-e, voltak olyanok ezek a régiek, hogy magas partra építkeztek. És ez a régészettudomány bizonyítja, tehát morfológiai térkép alapján meg tudom mondani, hogy hol lesznek régészeti leletek. Most nagy vízkor ez így néz ki, harc az árvíz ellen, a táj fölé duzzasztva ugye a víz, ehhez képest akkor kitalálták ezt a VTT-t, aki hallott róla, nem engedik ki a vizet, hanem már nem fél el, úgyhogy csináltak egy zárt bugyrot, egy óriási műtárgyal, így megépítve, de tényleg. Ez is azért jó, mert minél drágább így, vagy így drágábban lehet építkezni, másrészt meg igazából nem tudom. Na most ehhez képest a foggazdálkodás az, hogy kiengedjük a vizet oldalirányba, és fokról fokra, véletlenül van egy ilyen kifejezés a magyarban, fokról fokra tölti fel a víz az árteret, és vezetődik vissza. Tehát le kell vezetni a vizet az alföldről a gazdálkodáshoz, miután oda vezettük. Vagy ezt úgy vágják, hogy az első mondat után legyen ott a második fele. Jó, tehát hogy a belvizeket meg mindent lehet levezetni, de lokálisan nem a Fekete-tengerbe, hanem helybe kell levezetni, minden falu építsen 10 halastavat. Mondanám Széchenyen. Ki volt a másik? Nem, Szent István, akire hivatkozunk. És akkor ez így néz ki mondjuk a tájba, tehát fölvezetődik a víz, meg vissza, így néz ki regionális léptékben, az előző tájrészlet az ez volt, ez itt a Tiszató-Szolnok közötti terület, és itt ez így, hát ez egy Filszolas ábra tényleg 20 évvel ezelőttről, ez most már megvan a Műszaki Egyetem modellezésébe, professzor vízmérnök csinálja, Koncsos László, mondom is a nevét, utána lehet keresni, ennek a modellezése, és egész Alföld léptékében is érdekes, hogy a két homokosabb területet, Nyírség és ugye ez a Kiskunság, ezek alluviumok, tehát ahol közvetlenül eléri a folyó a területét, azok választják el. Tehát a kulcs az, hogy ezek az alluviumok legyenek feltöltve vízzel, és akkor a homokban lesz elég víz, a környező tájakban van elég víz, ezt is tudom hosszabban mondani, rá most nem akarom. És nem az, hogy szivattyúzgatnak, most én nem is tudom, mekkora számmal akarnak
3%-nyi csapadék, a homokátság a leeső csapadék 3%-át tudná pótolni a mesterséges vízpótlás nagyon drágáért, ami hiba határa alatt van, nem részletezett. Jó, ezt a diát keresem még, hogy tehát ez fontos, hogy nem az a feladat, hogy megtaláljuk a jelenlegi, csak hogy mindenki ezen legyen meg, tényleg az utolsó előtti diát. Jelenlegi tájásznáknak a vízpótlásának a fenntartását, mert azt jelenti, hogy még mélyebbre fúrjuk a kutakat, stb. Hanem azt a tájásznáknak kell megkeresni, ami fenntartható, és azt megcsinálni, és az a realitást megteremteni, mert a jelenlegi realitásban ez nincs benne. De a realitáson bukott meg, azt gondolom, ez a 21. század, a 2020-as éveknek a tanulsága. És ez a teendő, ezt kínhagyom, akkor köszönöm szépen. Mindezeket nem kell elmondanom a kérdésekre, amiket most elmondom. Jó. Ehhez már csak hatalomba kell kerülni. Addig megfúrjuk a kutakat mindig mélyebbre. Jó. Akkor kérjük Laci bácsit, hogy 10 perc jó, semmiképp nem több, mert akkor nem tudunk beszélgetni, és akkor így is belenyúlunk az ebédidőbe. Hangulatteremtéssel próbálkozom. Én vagyok az, aki nem jó, fellegajtó, nyitogató. Hajdadadadajdadadaj, én a búra utat adok, magam pedig vígan járok. Na, tehát, Zsuzsa László vagyok, Anasztáziai Siklak és már közgazdász tanítványa. Mikrofon. Mikrofon. Hát, elég erős a hangot. Nem, felvétel készül. Tehát így jobb. Hát be kell hajlani. Aki nem ismeri Anasztáziai könyvsorozatot, annak annyi itt, hogy ez egy... Akkor nem menekülsz. Ez egy 10 kötetes könyvsorozat, Vladimir Megre, Oroszország zengő szédrusai, aki nem tudná, én 5-szor olvastam végig a 2500 oldalt. És Anasztázia 18 helyen tanít sötét erőkről, tehát a sötét erőknek a teremtésben nagyon fontos szerepe van. Lány, akinek gyereke unokája van, nekem 2 lányom, 3 unokám, az nem engedheti meg magának, hogy a csúnya dolgokról nem tájékoztatja, és a kivédés, az ikrotások kivédéséről. Lassabban beszéljen. Lassabban beszéljen. Ja, igen, jó a mikrofon. Jó, bocsánat, én igen, hajlamos vagyok, mert 30 év munkát nem lehet átadni egyszerűen. 10 perc alatt, de idén már 2 előadást tartottam Győrbe, meg a Malombölgybe, Medvesszúzójék, tehát azért át lehet adni valamit. Azért kértem 10 percet, mert van egy tavaly egy éve kidolgoztam egy mozgalmat, szeretnék indítani, kidolgoztam egy eljárást, hogy mit lehet tenni, tegnap többször elhangzott, bocsánat, hogy mi lesz akkor, ha kikapcsolják a teljes telefonrendszert, nem lesz internet, mobilhálózatokat kikapcsolják, szétesnek a civil kezdeményezések. Erre rögtön mondok egy lengyel példát. 40 évvel ezelőtt Lengyelországban, ez 81 Jaruzsaszki, az volt, hogy civil mozgódás volt, és aggódtak a hatalmon lévők, az még vörös idők, ugye, hogy mi lesz itt forradalmi helyzet. Pár hétre kikapcsolták a telefonhálózatot, minden szétesett. Tehát győztek. Tehát erre nagyon kell vigyázni, hogyha létrehozunk bármilyen kezdeményezést, akkor ez ellen találtam ki egy dolgot, 20 éve használok, egy táblás elérhetőség. Tehát van egy teremmozgalom, 3. hónapon már elolvasható, és én általában a könyvekben és szórólapon fejezem ki magam, tehát itt már utánom, igen, köszönöm. Tehát itt már mutogattam, sokak meg is szerezték, tehát van egy Anasztáziához, Kalapz Anasztáziához, ez egy kísérőkönyv a könyvsorozathoz, és név és tárgyutató van, mert az sajnos elmaradt az eredetiből, és ez a 6. könyvem, népírtó bankárok alkonya, tehát hogy mit tehetünk egyáltalán, 30 év tapasztalata, érdemes elolvasni. Volt egy nagyon jó szórólapom, nagyon szorulapom, sokaknak kézbe adtam, életem legjobb szorulapja, Anasztázia, a 9 legfontosabb tanítása, de ott van a másik tanításából is, és sok egyéb hasznos dolog. És ami velem kapcsolatban, hogy titkosszolgálati módszerek leleplezésére szakosodtam, nagyon ritka,
öt barátomat rögtön megemlítem, akik már nem élnek. Tehát veszélyes és hálátlan feladat a leletezés. Na most én becsapott feltalálóként 40 éve tettek tönkre videós szabadalmakat, egy megadott öt közé tett szabadalmat 80-as években, nem ez az érdekes, hanem az, hogy nem szeretem a pénzhatalmat. Tehát úgy kezdtem, mint becsapott feltaláló. Öt nevet azért úgy megemlíteni. Kuzma Mihály, a rendőrtiszt volt. Emlékeznek olajszökítés ügyben rendőr öngyilkosságnak beállított, az eltűntek rendőrök, akik olajszökítéssel foglalkoztak. Tehát Kuzma Mihály, Siklak István közgazdász, és vele együtt Romhányi László, a Jurtaj Színház igazgatója volt, kettős gyilkosság, titkosszolgálatok által elkövetett. A könyvem egyik függelékében átvettem az erről szóló cikket. Tőke Péter megírta a leletező könyvújságban, az a gyanúm, hogy meggyilkolták őket, hát én biztos vagyok benne, 5 évig nyomoztam utána, hogy hogyan, azt el lehet olvasni például a könyvem egyik függelékében, akkor Tejfalusi András, nem tudom hányan ismerik, Tisztasó, Death Wiz, megmentene minket, sokan nem is ismerik a nevét, szintén értünk adta az életét. Igen. És én még csak azért vagyok életben, mert kísérleti nyúlóik, ezt elmondtam magánbeszélgetésben, nem érdekes. A lényeg az, hogy Tejfalusi András, a 5. és Horváth István, antikoleszterin injekciókúra professzora, az őt is ismerik, ezek személyes ismerősnél voltak, Kuzma Mihálynak és Tejfalusnak özvegyével is felvettem a kapcsolatot, tehát részleteket is tudok. Sőt, néhány gyilkossal is farkaszemet néztem, tehát lenyomoztam egy-két, de nem ez az érdekes, hanem hogy tudjuk azt, hogy igenis, tehát hogy népirtások házilag kivéthetők, ezt tanítom a könyvemben, mert öreg vagyok, 67 éves, tehát az, hogy mérget szórnak repülőre a fejünkre, házilag kivéthető minden, kevesen tudják. Én 6 évig tanultam természetgyógyászatot, nem gyógyítottam soha. Hát magam a zöld hájukban. Szóval azért voltak eredményeim, vitiligóra tudom, hogy lehet gyógyítani egyebek. De írtam egy könyvet, Ébredjetek titani táncosaid, azt nem mutogatom, már régebbi. És főleg a Várhegyi Laci tanításaival, Weisz Várhegyi László, szintén személyes barátom. Tehát lehet tanulni a könyvből. Most a Siklak Istvánról szeretnék, hogy hitelesebb legyek, hogy ez a lényeg, a teremmozgalom, hogy lehet kivédeni, hogy szétessenek azonnal, hogyha kikapcsolnak minden az ellenségeink. De az lényeg, hogy hitelesebb legyek, azért pár szó Siklaki volt. Aki ismerte, Siklak István közgazdász, főműve, Létbiztonság és Harmónia 2003 éghajlat kiadó. Érdemes. Én nem vagyok közgazdász, de én műszaki diplomás vagyok, de lehet tanulni tőle. 2000-ben teremtette meg az összefogás, a fennmaradásért mozgalmat, több mint 20 éve, és a következő összegyűjtöttem az által leggyakrabban használt fogalmakat. Ezt olvasom, akkor mindenki ismerte, rögtön tudja, ez csak Siklaki lehet. Tehát összefogás, szellemi műhely, emberközpontúság, szent koronatlan, önellátás, természetjog, hangyaszövetkezetek, ökofalvak, pénzhatalom, kétpárti diktatúra, kalákakörök, megújuló erőforrások, civil önszerveződések, önfenntartó rendszerek, fehér pénz. Becsületszerződés, fordulatkor, ez az ő találmánya volt a becsületszerződés, fordulat kormánya, hagyományőrzés, túlélési stratégiák a bankárok és multik világában. Jó, szóval el kell olvasni az ő könyvét, most nem akarok. Siklaki személyes barátom volt, 8 évig együtt harcoltunk, és utána a halálát 5 évig nyomoztam, hogy hogy végezték ki. És hát nagyon nagy veszteségre nincs közé. Jámbor alacsony, szerény, bölcs ember volt. Sokat tudnék mesélni róla. Itt van Anasztáziának is a kulcsszavak, veszőparipák, legfontosabb fogalmak, de most nem erről akarok foglalni, hanem hogy lehet kivédeni, ez a fontos most. Mikrofon. Hogy lehet kivédeni azt, hogy tehát mit tudunk csinálni, hogyha a ellenségeink megijednek, annyira megijednek, hogy kikapcsolják, a saját rokonaik sem jó, tehát kikapcsolják a mobilhálózatot, áramszünet van, tartós áramszünet, se tévé, semmi, ugye mosógép sem megy, áramszünet, akkor mobilhálózatokat lekapcsolják, műholdak, semmi nem működik, 5G, semmi nem működik, és tehát e-mail nincs. Na most én így 20 éve így élek. Több évtizede, törlik az e-mail, tehát elmondom azt, hogy célszemély lettem, van egy Amerikától átvett módszer, hogy elszigetelni embereket. Organized stalking, amikor meg tudják nézni interneten. Tehát a rendőrség jó pénzért, hát a rendőrség jó pénzért sok minden rávehető. Tehát jó pénzért, elszigetelnek embereket, akik a rendszert nem szeretik. Organized stalking, és Gazdag László is ír erről a Kapuban, megjelent, már nincs is Kapu, csak archívumban. Megjelent egy cikke a Kapuban, több cikket is ír Gazdag László. Tehát több ilyen célszemélyel felvettem a kapcsolatot nagy nehezen.
akiket szintén elszigetelnek és mindenben akadályoznak, és hogy lehet ezt kivédeni, ez a lényeg. Létrehoztam a terem-mozgalmat. A terem az egy rövidítés, táblás elérhetőséggel rendelkezők elsöprő mozgalma, ez a terem-mozgalom. Az a lényege, hogy én 20 éve negyed órát ott állok a Széle-Kálmán tér közepén, ez már a Moszkva térnél így volt, és az gyakran egy Laci bácsi felirat, tehát a barátaim megtalálnak. Akkor is, ha nincs áram, nincs itt, amíg életben vagyok, nem tudom értéke. Tehát azt javaslom mindenkinek, hogy egy biztonság kedvéért, hogy hát, ha ilyen helyzetbe kerülünk majd, havonta egyszer sétáljunk ki egy olyan helyre, ami közel van hozzá, egy parkba vagy bárhol, ha nem akarja, a lakását zavarják, és néhány barátomnak már van táblás elérhetősége. Bejelentés nélkül, személyesen, bárki, bármikor én elérhető, minden héten vasárnap ott vagyok, amíg életben vagyok, és fölvonatozok Budapestre, hogy negyed órát elérhető legyek, és fogyja a könyvem, megtalálnak barátok, tudják, ott vagyok, azonnal segítek egy barátomnak, mert arcokra is tettekre figyelek. Tehát ha tudom, hogy nem egy Gyurcsán keres meg, akkor azonnal segítek. És az a lényeg, hogy javaslom mindenkinek, a terem mozgalomnak ez a lényege, hogy mindenki teremtsen táblát, a névjegyre érdemes ráírni, hogy szükség esetén, jó, egyelőre okostelefon meg egyelőleg, csak hát én soha nem volt mobiltelefonom, e-maileket nagyon régóta, évtizedek óta törlik egyebek, tehát engem módszeresen elszigetelt, én kényszer helyzetben is teremtettem meg ezt a találmányt, hogy lehet kivédeni, mindenre van védelem. Tehát például ezt lehet csinálni, hogy egy nyilvános helyen, egy nagyforgalmú helyen, jól elérhető nagyforgalmú helyen, hát ez is le van írva a honlapjaimban és a könyveimben. Tehát még egyszer ez a legfontosabb könyvem, Népirtó bankárok alkonya, mert erősebbek vagyunk, ezt Anasztáliától meg lehet tanulni, a fényes erők mindig erősebbek, mint a sötét erők. Na most honnan lehet ezt tudni? Hát mert a sötét erőket is a Jóisten teremtette, nem tudom világos-e. Tehát nyilván a másik nagyon fontos, hogy három dolgot emelnék ki Anasztáziából, mert hát nekem az életemet mentette meg 2017-ben. Azért lehetek itt. Igen, önökkel azért beszélhetek. Tehát minden teremtésnek a szeretet ad értelmet, az egyik legfontosabb. Na mindegy, majd összegyűjtöttem, hogy én mit emelnék itt. A kilenc legfontosabb tanít, a kilenc egyébként a kedvenc száma Anasztáziának, és... Ja igen, hogy fényes, mindenki támogatnak mindenben a fényes erőket, ezt jól jegyezzék meg, mert hitremény és szeretet sugárzik az Anasztázia könyvekből, mert esetleg többet adott nekem, mint a Biblia. Úgyhogy ötször olvastam, én mindjárt ötször tanultam bele, és még fogok tanulni belőle. Úgyhogy a védikus tudás közvetíti, 20 ezer éves, ugyanúgy szeretet alapú, mint Jézus tanítása, kicsit régebbi, lehet tanulni tőle, mindenkitől tudok, szoktam tanulni. Tehát mindenki támogatnak mindenben a fényes erők azonnal három feltétellel, egy tiszta szándékkal, nem akarok másnak ártani, kettő, kellő elszántsággal, tehát minden áron megcsinálom, amit akarok, és három, kellő kitartással, ez a három feltétel, és azonnal mindenkit a fényes erők, hát én nálam Anasztázia van az első helyen, de van, aki őrangyalnak hívja, Jóisten, bárhogy lehet hívni, fényes erők, azonnal most nekem, én mindig is vallás és pártfüggetlen voltam, ők is, akiket kinyírtak, na mindegy, az elődőim is. A helyzet az, hogy erre számíthatunk, hogy mindig és mindenben támogatnak engem, én kívánom önöknek, hogy önöket is úgy támogasson, azt, hogy engem támogat mindenben azonnal, ez kell hozzá, kell kitartás. Ma például énekeltem akkor is, mert most énekeltem egy kicsit, de másodszor énekeltem, mert hoztam a Zolit harmadszor erre a rendezvényre, a Medveszki Zolit, és közben, mikor 140-en is mentünk egy szakaszon, énekeltem az 5. Nóharács indulómat. Tehát én írtam ilyen harácsoló ellenes indulókat, hogy már tüntetéseken, 15 évig ott voltam minden budapesti tüntetésen, Kossuth téren is naponta ott voltam. Elsőként Kalákatörnek, a Talentumkörnek és a Suskakörnek is tagja voltam évekig, dolgoztam ott. Tehát hogy mi a jövőnk? A jövőnk az, amit megteremtünk. Érték? Tehát mindenben támogatnak a fényes erők, még egyszer tiszta szándék, kellő kitartás, kellő elszántság. Addig megyünk a falnak, amíg le nem omlik a berlini fal, hogy elég ember, ha neki megyek, hogy nem omlik a fal. Tehát el kell olvasni Anasztáziát, mert szellemileg olyanokat tanít, hogy mástól ezt nem kapjuk meg. Mondom, 20 ezer éves állítólag legalább a védikus tudás, és ezt közvetíti. El tudom mesélni, hogy vette el Vladimir Megrét, mindegy, az nem érdekes. De hát majd kérdeznek. Még egyetlen egy dolog. 11 éve írtam önöknek, szintén önökért vagyok itt, és önökért élek. Tehát a kézikönyvvárosból menekülőknek. 11 éve írtam első könyvvel, most a 6-at terjesztem.
Ebből csak 7 gondolat, mert bemutattam, hogy én dolgoztam 3 ökofóba tanyákon, tehát 10 évig készültem, hogy elhagyjam Budapestet. A tévézést 34 évesen hagytam el, a húsevést 40 évesen, de Budapestet csak 60 évesen, a legnagyobb hibám életemben előbb kellett volna. Most már saját kenyeret sütök az evegény újvölgybe, mindegy, nem érdekes. Kézikönyvvárosban menekülöknek, tehát bemutatok 9 ökofalvat, mert a többit is, ahol nem dolgoztam, bejártam. Fél évig dolgoztam Magfalván, Gécigábornak például, 2009-ben elsőkor. Nem ez az érdekes, 9-et bemutatok, mert mindenhol van, meg barátom is bejártam. De van olyan is, hogy Laci bácsi dalmeséli a végén a könyvnek, kézikönyvvárosban, mert ingyen letölthető internetről. Előző 5 könyvem, tehát a 6-at terjesztem, ingyen letölthető internetről. 7 tanmesét kiemelek a 20-ból, Laci bácsi tanmeséi. Ki nem védhető kárt okoz a tévézés, csak ki tudni lehet. Tehát nem lehet az, amit vár, hogy még sok rögök, még intelligenciáról. Hogy én megválogatom, hogy mit nézek, engem nem tudnak, nem igaz? A találmányom, a bevillantott képkockák, stb. Tudatalatti befolyásolás pont azt használhatom a jóra, térhatású képek elérésére, mint amit rosszra használnak, tudati befolyásolásra használnak az ellenségeink. Mert mindent lehet jóra és rosszra is használni. Tehát 1. Ki nem védhető kárt okozna, csak kidobni lehet a célt. 2. A legintelligensebb emberek is ott álltak sorba a szünetbe, amikor Amerikában bevillantották a Coca-Cola képét, ott álltak a szünetbe sorba 50 éve. Mert fejlesztik azóta. Tehát 2. Akkumulátor kivéve is lehallgatják, ez még a régi mobilokos már ki se lehet venni az akkumulátort. Én írtam meg elsőnek szerintem 11 éve, hogy akkumulátor kivéve is lehallgatják, hogy hogyan, mert műszak. 3. E-mail hamisítással okozta kárt az ellenzéknek. Volt egy tubes gyűlés, emlékeznek talán a zengőcsatornára. 20 percet beszélsz, úgyhogy ezt befejezem ezt a 7 pontot. Tehát megharmisítja. Ez nincs benne, azért mondom, kézikönyvvárosban menekülöknek. Tubes gyűlésen hívták a budapestieket, és egyetlen utcanevet meghamisított az ellenség a HM befolyására, a internetcenzúra, más utcacím ment ki, ott bolyongtuk a hamis címen, én viszont bedobáltam, mert nincs mobilom, a telefonfülkében a százasokat, fölhívtam és mondták a helyes címet, elmentem és megköszönték, hogy miért nincsenek itt a budapestiek. Na mindegy. A 4. lakáskutató leleplezése, 89-ben elsőköd, még a vörös időben lelkeztem, hogy lakáskutató járva rendszeresen, emiatt később kizártak a lakásomból, amikor terjeszteni kezdtem. Atomrobbanás szerűen indult be a japán kémtechnológia, el is lehet olvasni. Kellett nekünk NATO radar, ez az engőcsatával kapcsolatban, és a 7. a primitív titokszolgálat bosszúja. Hát ezt megírtam, amikor kizártak a lakásomból, 10 perc van benn voltam, óriási agymunkával kizártak egy szobás lakásomból. Amikor terjeszteni kezdtem, hogy hogy lehet bebizonyítani a lakáskutatót, nagyon egyszerűen egyébként, és 10 perc múlva benn voltam, úgyhogy ebből is lehet tanulni, de mondom még egyszer, hogy főleg Anasztáziát olvassák el, mert minden benne van. Hit, remény és szeretet. Köszönjük szépen. Akkor most tartunk 10 perc szünetet, pisi szünet, és akkor kerekasztal beszélgetéssel folytatjuk utána, jó?